Jó napot kívánok, szeretettel köszöntjük Önöket a mai kormányinfon. Azért esett erre a napra a tájékoztató, mert a holnapi napon demográfiai csúcs lesz itt Budapesten. Nyilván az is délelőtti órákban konkurálna ezzel az eseménnyel, úgyhogy így frissen tudunk Önöknek tényleg rögtön a kormányülés után, sőt még picit a végéről el is jöve beszámolni. Miniszter úr, én át is adom neki a szót. Még egy technikai információ, hogy másfél órás lesz a mai kormányinfó, majd legközelebbi alkalommal igyekszünk ezt picit megtoldani ezzel a kimaradt idővel. Most át is adom a szót, miniszter úr. Köszönöm a szót, tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Cserébe röviden meg tudom összefoglalni mindazt, amiről a kormányülésen szó volt, és hogyha ezek után még mindig maradnak kérdések, akkor azokra is igyekszem válaszolni. De néhány szót mindenkelőtt szeretnék a demográfiai csúcsról mondani. Ezzel kapcsolatosan szóba került ilyen a kormányülésén is, de sokkal inkább a demográfia oldaláról, a kormány családpolitikának az oldaláról. De ettől függetlenül igaz, hogy a mostani budapesti demográfiai csúcs 2015 óta minden második évben megrendezett Budapesten, ahol politikusok, állami vezetők, egyházi vezetők, szakértők, a tudomány és a vállalati szektor tárgyal egy olyan fontos kérdésről, amely ma Európában nem kap súlyának megfelelő figyelmet, és éppen ezért is tartjuk nagyon fontosnak azt, hogy holnap a demográfiai csúcson Magyarország is be tud számolni mindazon lépésekről, intézkedésekről, talán azt is mondhatjuk eredményekről, amelyeket 2010 után a mögöttünk hagyott bő évtizedben sikerült elérni. Számtalan külföldi vendég lesz jelen, ahogy említettem. Talán külön is kiemelendő az, hogy itt lesz az olasz miniszterelnök asszony, itt lesz a bolgár elnök, itt lesz, beszélni fog a magyar köztársasági elnök és miniszterelnök, de a boszniai hercegovinai államelnökség egyik tagja is itt lesz az azerbajdzsáni házelnök, és itt lesz számtalan olyan kiváló szakértő, aki ebben a kérdésben évek vagy évtizedek óta jelentős tapasztalatokra tett szert. Ami az elmúlt évtized eredményeit illeti, ott két megállapítást tehetünk. Az egyik az az, hogy jelentős előrelépést sikerült elérni. A másik, hogy még mindig nem tartunk ott, ahol tartani szeretnénk. Ha abba belegondolunk, hogy 2010-ben, amikor a polgári kormány felhatalmazást kapott arra, hogy Magyarországon egy új demográfiai politikát is alakítson ki, akkor 1,23 század volt a termékenységi arányszám, tehát 200 szülőre 123 gyermek jutott. Ez 21 végére egész pontosan 1,59-re, tehát 159-re nőtt. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt évtizedben a teljes termékenységi arányszám Magyarországon nőtt a legnagyobb mértékben az Európai Unión belül. Ez 25,6%-os növekedést jelent. Csehország a második 23,4%-kal és Románia a harmadik 17%-kal. Ami ennél fontosabb és kifejezőbb, hogy ha a korábbi tendencia nem változott volna, akkor 160 ezerrel lennénk kevesebben, akkor 160 ezer gyermek nem született volna meg 2011 és 2021 között. És ugyanakkor olyan nehézségekkel nézünk szembe, hogy a termelékenység szintje ugyan emelkedik, de a szülőképes korú nők száma csökken. Ezért is nagyon fontos, hogy a családpolitikai intézkedések mindig a leghatékonyabbak legyenek. A kormány mai ülésén is első olvasatban már tárgyalta azt előterjesztést, ami a városi csok helyre léphet, vagy azt is mondhatnám, hogy ahol nem maradt meg a falusi csok, ott, mint azt már korábban jeleztük a jövő év elejétől, új családpolitikai intézkedéseket fogunk elfogadni és hatályba léptetni, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ezek is mind a lakáshoz jutást, mind pedig az ország demográfiai céljait szolgálják. Magyarország tehát annak ellenére, hogy még mindig nem vagyunk ott, ahol szeretnénk, jó példával járt elől, és örülünk annak, hogy e fontos rendezvénynek immáron 2015 óta két évente, tehát sokatszor adhatunk otthont. A köztársasági elnök asszony volt mindig is ennek a rendezvénynek a főszervezője, akkor is, amikor még kormányzati szolgálati viszonyban állt, és szerintem nagyon fontos, hogy Európa, amikor valós problémáira próbál tekinteni, akkor ne csupán a migrációt
tartsa megoldásnak a jövőre nézve, hanem a demográfiai kérdésekkel is foglalkozzon. A kormány tárgyalt a ukrán gabona behozatallal kapcsolatos helyzetről. Itt szeptember 15-ével lejár az a időszak, amíg az Európai Bizottság rendelt el behozatali tilalmat az öt szomszédos országba. Már a korábbi kormányinfón ismertettem a kormánynak azt a döntését, hogy ha az Európai Bizottság ezt nem hosszabbítja meg, akkor kénytelenek leszünk nemzeti hatáskörben ilyen intézkedéseket bevezetni. Arra kérjük innen is az Európai Bizottságot, hogy lássa be ennek a döntésnek a racionalitását, hosszabbítsa meg a jelenleg fennálló behozatali tilalmat, kimélje meg ennek az öt országnak a mezőgazdaságát a káros következményektől. Jobb lenne, hogyha ebben az esetben valóban olyan megoldást találnánk, ami megfelel az eredeti célnak, hiszen az eredeti cél az volt, hogy az ukrán gabonának nem az európai agrárpiacokat kell szétvernie, hanem elsősorban a éhező afrikai országokban kellene segítséget nyújtani. Ráadásul azt is tudjuk, hogy komoly vita van arról, hogy megfelel egyáltalán az európai minőségi kritériumoknak az ukrán gabona, de bármely piacot, így a magyar piacot is az joggal vagy érthetően teszi tönkre, hogyha 50 tonnából 3 millió tonna lesz. Tehát a korábbi háború előtti évben Magyarországra jutó 50 tonna ukrán gabonából tavaly 3 millió tonna lett. Ez jól mutatja azt, hogy ez nem megoldás. Itt nem arról van szó, hogy Európa szolgális Ukrajnával, hanem közvetlenül a határmenti környező országokkal akar az Európai Unió szolidaritást demonstrálni. Ez viszont tönkreteszi a román, a szlovák, a lengyel és a magyar agrárpiacot is. A lengyel kormány hasonló intézkedés bevezetéséről döntött abban az esetben, hogyha a bizottság nem hosszabbítja meg a korábbi behozatali tilalmat. A kormány az inflációval is foglalkozott. Többször elmondtuk, hogy a legfontosabb cél és vállalás, hogy az idei évben egy számjegyűre csökkentsük az inflációt. Úgy látjuk, hogy minden nehézség ellenére ez továbbra is reális. Ez lehet már valamivel korábban is. A mostani előzések szerint ez reálisan novemberben lehet. Októberre lényegesen kisebb az esély, nem lehetetlen. De decemberre pedig mostani előjelzések is azt mondják, hogy a kormány biztosan tudja a vállását teljesíteni. Vannak azonban aggasztó jelek is, amelyek döntően azzal függnek össze, hogy a benzinár magasabb, mint korábban volt, benzin és a gázolajár, tehát üzemanyagár megnőtt. Ennek az elsődleges oka, hogy ötszörös áron vagyunk kénytelenek behozni az ukrán csővezetéken keresztül üzemanyagot, és ez a tranzitdíj emelés, ez minden benchmarknak, ajánlásnak ellentmond. Ha megnézzük, akkor egyébként az erre vonatkozó benchmark 3,5-szeresét kell ma megfizetnünk Ukrajnának. Miközben Ukrajnával számtalan területen vagyunk támogatóak és szolidárisak, úgy gondoljuk, hogy nem elfogadható, hogy a tranzitdíjat Ukrajna 3,5-szeresére emeli meg. Ez aztán közvetlenül a magyar üzemanyagárakban is megnyilvánul. Csak és kizárólag az üzemanyagárakban bekövetkezett változás, az elmúlt egy hónapban bekövetkezett változás az eddig 0,5%-kal növelte meg az inflációt. A kormány foglalkozott a mai ülésén a napelemekkel is. Itt a Fidesz frakció felszólítására is a kormány korábbi egyébként brüsszeli nyomásra született döntését újra értékelte. Az ugye mindenki számára világos, hogy a napelem elszámolásban történő változás valóban azért szükséges, mert Brüsszel kötelezően szaldó elszámolást ír elő. Tehát ez azt jelenti azoknak, akik nem rendelkeznek napelemmel, hogy míg korábban Magyarországon egy egész évet kellett figyelembe venni, amikor meghatároztuk azt, hogy valaki a napelemével termelt energiát betáplálja a hálózatba, illetve amikor viszont kevesebb a napelem által termelt energia, mint amennyit felhasznál, és a hálózatból kell, hogy megkapja az energiát. Ennek ezt összesíteni éves szinten összesítettük, és ez mindenki számára kedvező volt. Most a kormány úgy döntött, bízunk benne, hogy ebbe Brüsszel sem fog belekötni, hogy a jövőre nézve, tehát akik az idei év szeptember 7-ét követően adták be az igényüket
a napelem létesítésére, ott kénytelenek vagyunk a brüsszeli szabályokat érvényesíteni. De mindazoknál, akik ezt korábban megtették, tehát akik a létesítésre vonatkozó igényt benyújtották, illetve már a napelemet fel is szerelték, elég, hogyha valaki csak az igényt benyújtotta az is, de sokan vannak, akik a napelemet is felszerelték, ott 10 éven keresztül a korábbi elszámolási rend megmarad. Ez tehát azt jelenti, hogy mindenki számára, aki már egy ilyen beruházásba úgy fogott bele, hogy azzal számolhatott, hogy 6-8 év alatt ez a beruházás megtérül, annak ezt garantáljuk, és a korábbi elszámolási rend az 10 éven keresztül fennmarad. Röviden ezekről szerettem volna beszámolni, és ha vannak kérdések, akkor állok rendelkezésre. És én még röviden egy gratulációt szeretnék a kormány nevében, meg a mi nevünkben is miniszter úrral tolmácsolni, hiszen bizonyára önök is olvastak, hallották a sajtóban, hogy a Magyar Barlangi Mentőszolgálat egy fantasztikus bravúrt, egy világra szóló bravúrt hajtott végre. Gratulálunk Zádor Zsófiának és a csapat mind a 29 tagjának ehhez a fantasztikus eredményhez, amit elértek. Mi történt? Ugye szeptember 2-án érkezett egy megkeresés a Magyar Barlangi Mentőszolgálathoz, hogy Törökország déli részén több mint 1000 méteres mélységben egyébként tapasztalt amerikai barlangász bajba került. Olyan súlyos tünetei voltak, ami miatt nem tudta tovább folytatni a mászást. Azt hiszem, hogy nagyon sok mindent elmond a Magyar Barlangi Mentőszolgálat felkészültségéről, hozzáállásáról az, hogy az Európai Barlangi Mentők Szervezete, akinek a koordinálásával ez a mentőakció megkezdődött, őket találta a leggyorsabban mobilizálható olyan egészségügyi csapatnak, amely képes ilyen extrém mélységbe nem csak eljutni, hanem ott dolgozni is. Ezek voltak tehát a Magyar Barlangi Mentőszolgálat csapatának tagjai. Az is beszédes, azt hiszem, hogy Olaszországon kívül egyedül Magyarországnak van meg ez a képessége, ennek az alakulatnak van meg ez a képessége. Elindult tehát ez a mentőakció. Itt egy nagyon összetett helyzetről volt szó, hiszen több mint 1000 méteres mélységről beszélünk. Ott kellett felállítani egy ellátópontot, ahol intenzív terápiás ellátást kellett adni a sérültnek. A gyógyszer és gyógyszeres kezelés mellett vértranszfúzió, tehát ez egy többszörösen összetett és nagyon bonyolult eset volt. Ezzel a teljesítménnyel a valaha történt legnagyobb mélységből végrehajtott, és az egyik legbonyolultabb barlangi mentés tudott megvalósulni. Természetesen kormányzati szervek, háttérintézmények is mindenben igyekeztek segíteni a magyar mentők munkáját, akik egyébként egy nemzetközi csapatnak a részei voltak, közel 200 ember és több ország vett ebben a mentésben részt. Egyrészt, amikor megkereste a mentőszolgálat, a magyar mentőszolgálat, a Honvédelmi Minisztériumot, és kérte a segítségét a kiutazás megszervezésében, akkor ezt a Honvédelmi Minisztérium a lehető legrövidebb időn belül biztosította is, és természetesen a hazajutásukat is szervezik, illetve a KKM-et is megkeresték a Magyar Barlangi Mentőszolgálat tagjai. Ők 2,5 millió forintos forrást kértek arra, hogy tudják ezt a mentést, be tudják fejezni ezt a mentést, tudják folytatni a mentőakciót, és ezt a KKM is azonnal garantált a számukra. Még egyszer gratulálunk ehhez az emberfeletti teljesítményhez, és azt hiszem, hogy minden magyart nagyon büszkévé tettek, hogy ilyen teljesítménnyel a mi jó hírünket is viszik a világban. Ennyit szerettem volna mondani, és akkor jöjjenek önök is a kérdések. Mandiner. Jó napot kívánok, Bokor Gábor vagyok a Mandinertől. Elsőnek hadd kérdezzem meg, mi a kormány álláspontja abban az ügyben, hogy megjelent egy oktató videó, amit Svédországban készítettek svéd diákoknak, arról, hogy 2010 óta Magyarországon folyamatosan romlik a demokrácia helyzete. Utána kell nézni annak, hogy valóban igaz-e az a hír, hogy ezt állami iskolákban lejátsszák. Ha igen, akkor csak azt tudom mondani, hogy Svédország mindent megtesz annak érdekében, hogy Magyarország ne ratifikálja a svéd NATO csatlakozást, hiszen ez nyilván egy minden alapot nélkülöző vádaskodás és indokolatlan sértés Magyarországgal szemben. Ha így van, akkor majd javaslom Kocsis frakcióvezető úrnak, hogy a frakciózés elején játsszuk le, hogy azok a képviselők, akik 4 évente egy egyébként sokkal intenzívebb, kiegyensúlyozottabb és sokszínűbb közélet mellett küzdenek meg a saját mandátumukért, azok nézzék meg, hogy a svédek szerint nincs demokrácia nálunk, és utána majd döntsék el, hogy kívánják ezt országot a NATO-ban látni. Lesz-e bármilyen következménye az ügynek a két ország között? Gondolok arra, hogy bekéretik-e a nagykövetet például? Erről a külügyminisztériumnak kell dönteni.
Más ügyben is kérdezném, hogy szóba került itt már az olajár és a gázolaj piac, világpiaci árának helyzete, hogy van-e valami terve a kormánynak az ügybe, hogy újra jön egy benzinástop, vagy hogyan próbálnak küzdeni az elszabaduló benzinárak ellen? Egyféleképpen tudunk csak küzdeni, hiszen a benzinárat a világpiaci ár határozza meg, hogy keresünk alternatív forrás lehetőségeket. Azok a tárgyalások, amik az elmúlt másfél-két évben zajlottak, azt szolgálják, hogy Magyarország se keletre, se nyugatra ne legyen kizárólagos kitettségi ország, de kétségkívül itt a már folyamatban lévő fejlesztések, valami ezek közül az Európai Bizottság támogatásával is történik, még eltartanak egy-két évig, tehát jelenleg azt tudjuk csak mondani, hogy szeretnénk tárgyalni minden olyan tranzitországgal, aki úgy gondolja, hogy háromszorosára, ötszeresére lehet a tranzitdíjat növelni, mert ez nem egy korrekt üzleti magatartás. Tekintettel arra, hogy az árat nem mi határozzuk meg, ezért közvetlen kormányzati befolyás nincs, ha csak árstoppot nem érvényesítünk. Még egy olyan kérdésem lenne, hogy hogyan haladnak a tárgyalások az Európai Unió és a magyar kormány között az uniós pénzekkel kapcsolatban? Van-e valami új dátum, hogy mikor jöhetnek az uniós források? Véges régi dátum van, mert régóta jönnie kellene az uniós forrásoknak. Mi azt reméljük, hogy az Európai Bizottság visszatalál a szerződések és a jogszerűség útjára, és akkor semmi akadálya nincs annak, hogy Magyarország a bennünket megillető pénzekhez hozzájusson. Mi ennek érdekében olyannyira megtettünk mindent, hogy az ehhez szükséges, vagy szerintem nem szükséges, de nekünk előírt feltételeket teljesítettük, ezt a bizottságnak készre jelentettük ilyenkor ez az intézmény, vagy jogintézmény, és a bizottságnak van 2+3 hónapra, hogy erről döntsön, tehát novemberig dönteni kell. Én azt remélem, hogy Magyarországnak semmilyen további lépésre nincs szüksége ahhoz most már, hogy a kohéziós forrásokhoz hozzájusson. Köszönöm szépen. Köztévé. Köszönöm szépen, Cserei Judit, egy híradó. Az inflációról is volt a mai napon szó. Ugye több kormányzati intézkedést hoztak már korábban az infláció letörésével kapcsolatban. Gondolok itt az online árfigyelőre, illetve a kötelező akciókra. Ugye említette miniszter úr, hogy novemberre egy számjegyű lehet. Mire számítanak? Mekkora lesz ez az adat? És az online árfigyelővel kapcsolatban is, ha jól tudom, akkor több fejlesztés is megvalósul még a közeljövőben is. Köszönöm. A versenyhivatal is vizsgálja a tisztességes piaci árazás gyakorlatát, az akciózást is, korábban az árstoppokat is ezért vezettük be, és a kamatstopp is ezért van ma is hatályban. Tehát igyekszünk részben az inflációt csökkenteni, részben pedig az infláció következményeinek elszenvedését mérsékelni. Mind a kettő érdekében hoztunk már döntéseket. Bárni azt várjuk, és amit vállaltunk, ez idei évben egy számjegyen az infláció. Ha megnézzük jövő évre, akkor a kormány 6, a jegybank 3,5 és 5,5% közötti inflációval számol. Bízom benne, hogy egy banknak lesz igaza. Tehát jövő évre már egy kezelhető infláció lehet, és az a kiugró infláció, ami egyébként a világon mindenütt, Európában különösen, és azon belül is Magyarországon az elmúlt két évben 10% fölötti inflációt jelentett, sőt 15% körüli inflációt jelentett, az bízunk benne, hogy a múlt részévé válik. Nagyon sok döntést hoztunk ezért, és mondom, a jelenlegi előrejelzések azt mutatják, hogy ez megvalósulhat novemberben, ha nagyon pozitív fordulat történik, akkor októberben, ha pedig van negatív, akkor is decemberben 10% alá fog menni az infláció. És néhány adat még kiegészítésül. Azt mutatják az adatok eddig, hogy az online árfigyelőt nagyon is szeretik a magyar emberek, és használják vásárlás előtt. Egyre nő az az idő, amit egy-egy látogatás alkalmával ezen az oldalon töltenek. Most már 4 perc 20 másodperc átlagosan, amit egy-egy felhasználó eltölt. Tehát érdemben használják, nem csak ránéznek erre az oldalra, ez azt jelenti. 1,2 millió a legfrissebb száma, hányan egyébként felkeresték ezt a honlapot, de folyamatosan emelkedik ez a szám. És azt is látjuk, hogy nagyon komoly versenyt indított el ez az elmúlt hetekben, már tényleg látszik, hiszen 62 termék kategóriából 55-ben csökkentek az árak átlagosan 7%-kal. És azt is elmondhatjuk most arra, hogy a legmagasabb pontjához képest az élelmiszerinfláció most már több mint a felével
csökkent részben ennek hatására is, és hát közben bizony dolgoznak azok is, akiknek az a feladatuk, hogy betartassák a szabályokat, hiszen nem csak online árfigyelő, hanem kötelező akciók is vannak. A kiszabott bírságok most már a kötelező akció keretében meghaladták a 72 millió forintot, ez egyébként 17 végleges határozat alapján született, tehát azért komoly bírságokról van szó, úgyhogy az biztos, hogy továbbra sincsen kibúvó ezek alól a szabályok alól, és azt nem elfogadható továbbra sem, hogy a multik a magyar emberek rovására nyerészkedjenek. Magyar Nemzet. Köszönöm, Máté Patrik vagyok, Magyar Nemzettől. Az első kérdésem az a kapcsolatos, hogy nemrég Dobrev Klára megbeszéléseket folytatott David Pressmannal, valamint egy befolyásos demokrata párti politikussal, Jason Crowe-val, aki elkötelezett a fegyverszállítások, az Ukrajnába irányuló fegyverszállításunk a fokozása mellett, és ezután pedig nem sokkal az Egyesült Államok bejelentette, hogy szegényített urántartalmú fegyvereket küldenek Ukrajnába. Megjegyzendő még ezzel kapcsolatosan, hogy ugye a magyar baloldal rendszeresen kiállt fegyverszállítások mellett, még a tavaly választási kampányban is felszólaltak ezzel kapcsolatosan, és többször is megszavaztak ilyen határozatokat Brüsszelben. Mi a kormánynak a véleménye erről? Mi elég sokszor és elég világosan elmondtuk, hogy ezért tekintjük háborúpártinak a magyar baloldalt, és ezért gondoljuk azt, hogyha ők döntenének arról, hogy a magyar kormány mit tegyen, mondjuk ők lennének kormányon, akkor ők fegyvereket szállítanának. És ezt mi egy felelőtlen magatartásnak tartjuk, Magyarország helyzetében különösen. Ne felejtsük el, hogy eddig Kárpátalját még nem érte támadás, és ott még mindig közel 100 000 magyar él. Éppen ezért nekünk a saját érdekeink azok mindig a ott élő magyarság érdekeire is tekintettel kell, hogy legyenek, vagy amikor saját érdekeinket megfogalmazzuk, akkor rájuk is tekintettel kell lennünk. Ezt nem látjuk akkor, amikor Dobrev Klára vagy éppen Gyurcsány Ferenc folytat tárgyalásokat, de nincs ebben semmi változás. Ez legkésőbb 2004. december 5-én mindenkinek fel kellett, hogy tűnjön, és azóta se változott semmi. A következő kérdésem az a kapcsolatos, hogy Ursula von der Leyen tartott egy beszédet az EU helyzetével kapcsolatosan, és a beszéd alapján Brüsszel továbbra sem tett le sem a háború kapcsán, sem a migráció, sem az LMBTQ ugye kapcsán elfoglalt álláspontjáról. Erről mit gondol a kormány? Ez sem lepett meg bennünket különösebben. Mi azt szeretnénk, hogyha Brüsszelben mindazok a változások bekövetkeznének, amelyek arra indítanák az Európai Unió intézményeit, ideértve a bizottságot és a parlamentet is, hogy Európa valós problémáival foglalkozzanak. És ha a valós problémáival foglalkoznak, ebbe természetesen beletartszik a háború is, de a béke oldaláról kell közelíteni, és mielőtt békét kell teremteni. Európának is az az érdeke, ha valaki megnézi, hogy az idejében az európai gazdaság is milyen mértékben szenved, aminek közvetlen következménye elvágtuk magunkat az orosz energiaforrásoktól, akkor senki számára nem lehet kétséges, hogy a béke egész Európa érdeke. És a többi ügyben pedig tudok mondani legalább 100 fontosabbat, tehát jobb lenne, hogyha az Európai Unió, az Európai Bizottság, az Európai Parlament ezekben próbálna meg valamilyen pozitív jövőképet vázolni. Az utóbbi hetekben ismét hangos volt attól a sajtó, hogy a migránsok különböző összecsapások, meg provokációkat folytattak le egymás ellen ugye a magyar határhoz közel. Ezzel kapcsolatosan a kérdésem, hogy hogyan lehet megakadályozni, hogy Magyarországra erőltessék a migránskvótákat, és migránsgettók alakuljanak ki hazánkban, valamint hogy ebben a folyamatban mennyiben segíthet a jövőre esedékes Magyar Uniós elnökség. Döntően kerítéssel lehet megakadályozni, ezért is építettünk mi a déli határa kerítést, ezért tudjuk megvédeni a magyar határt a sokszor már első lépésükkel is a jogot megsérteni akaró migránsokkal szemben, hiszen egy országba nem a zöld határon keresztül lehet jogszerűen megérkezni, és semmilyen kvótát, kötelező elhelyezést, elosztási mechanizmust nem támogattunk, és nem is fogunk végrehajtani. Köszönöm. ATV. Köszönöm szépen, Csuha Ildikó vagyok az ATV-től.
Miniszter úr, egy fővárosi soroksári gimnáziumban, a Qualitas gimnáziumban tegnap kiszállt a rendőrség és a végrehajtók, kiürítették a gimnázium épületét, és ott már nem tanulhatnak a diákok. A szülők arról panaszkodtak, hogy a bizonyítványaikat sem kapták meg, tehát nem tudnak átjelentkezni másik iskolába. Alapítványi gimnáziumról van szó. Ilyen esetben a hatóságok, a kormány részéről a Pintér Sándor vezette tárca tud-e valamilyen lépést tenni, hogy ezek a diákok tovább folytathassák a tanulmányaikat? Természetesen, de először az alaphelyzetet érdemes valamivel jobban megismerni. Itt egy példátlan felelőtlenségről van szó az iskola vezetői részéről, hiszen ők pontosan tisztában voltak azzal, hogy egy velük szemben jogerősen megállapított tartozás miatt, tehát a cégükkel szembeni jogerősen megállapított tartozás miatt elárverezték az ingatlant. Nem az ő tulajdonuk, idegen tulajdont használnak. Miután egy magániskoláról van szó, az államnak ehhez semmi köze. Az állam abban tud segíteni, hogy az odajáró 48 diák, ha szükséges, ma azt jelezte a kormányhivatal felé a gimnázium vezetése, hogy néhány napon belül ingatlant fognak bérelni. Ha ez nem sikerül, vagy hogyha úgy gondolják a szülők, akkor a rendes, rend szerinti beiskolázása megtörténjen azoknak a gyerekeknek, akiknek a szüleik úgy döntöttek, hogy egy magániskolába járatják őket. Köszönöm. Szintén az ATV híradó kérdése, hogy a G7 portál információi vagy tájékoztatása szerint jelentősen esett az orosz importgázára. Nyára már 200 forint per köbméter alatt volt. A kormány gondolkodik-e abban, hogy az átlagfogyasztás fölött, ez ugye havonta 144 köbméter, és itt 100 forint körül van az ár, míg az átlagfogyasztás fölött 700 forint körüli a gáz köbmétere. Tehát gondolkodik-e a kormány azon, vagy mérlegeli-e, hogy csökkenti az átlagfogyasztási szint gázárát? Az a jó hírem van, hogy decemberig nem változtatunk az árakon, reméljük, hogy azt követően se kell. De ez miért jó hír? Azért jó hír, mert hogyha valaki ma megnézi a egyébként változó világpiaci árakat, akkor hogyha a világpiaci árakhoz igazodnánk, amit itt a kérdésben ön említ, akkor az azt jelenteni, hogy radikálisan meg kell emelni az áramárát a rezsicsökkentett értékhatár alatt és a fölött is, még a fölött is kb. 50%-kal, az alatt pedig olyan 300%-kal. Radikálisan meg kellene emelni a gáz árát a rezsicsökkentett értékhatár alatt, és lehetne csökkenteni a rezsicsökkentett értékhatár fölött. Úgy gondolom, hogy mindenki rosszul járna, ha ilyen döntést hoznánk. Ezért az, amit meghoztunk a korábbi piaci árakat is figyelembe, az december 31-ig fenn fogjuk tartani. Köszönöm. A külügyminisztérium hivatalos vízum iránti kérelme ellenére megtagadta az Egyesült Államok nagykövetsége a vízumot Szőlősi György sportújságírótól, aki Chicagóba szeretett volna utazni. Ő a Magyar Nemzet főszerkesztője. Ezt onnan tudjuk, hogy kiposztolt a Nemzeti Sport. Nem, bocsánat, igen, előbb is eltévesztettem, amikor a kollégámmal egyeztettünk. Bocsánat, igen, a Nemzeti Sport főszerkesztője Szőlősi György. Tehát Chicagóba szeretett volna utazni, ő azt posztolta a Facebook, onnan tudjuk, hogy kiposztolta a Facebook oldalára ezt az információt, és ő azt posztolta, hogy ez a hazájának, hazánknak, Magyarországnak a megalázása és a sportújságíróknak is. A kormánynak van-e bármilyen információja, hivatalos vagy informális információja arról, vagy a külügyi tárcának, hogy miért tagadta meg az Egyesült Államok nagykövetsége a vízumot Szőlősi Györgytől? Tudnak-e arról, hogy bárki mástól esetleg megtagadnák még, és ön is úgy értékeli-e, miniszter úr, hogy a vízumkérelem kiadásának a megtagadása Magyarország megalázását jelenti? Anélkül, hogy nagy szavakat használnék, mindenféleképpen egy rendkívül barátságtalan gesztus, semmilyen hivatalos kommunikáció amerikai részről nem történt, úgyhogy nem teljesen értjük, hogy miért nem adták meg az egyébként utazó nagykövetként utazni szándékozó főszerkesztőnek a vízumot a belépéshez. Ha ennek van valami oka, akkor ezt ebben az esetben, mint a hivatalos útról van szó, illene közölni. Ha meg nincs, akkor még inkább értetetlen, hogy miért történt ez. Kalkulálnak-e azzal, hogy a 2014-es kitiltási listához hasonló eset történhet? Nem.
mennünk kell miniszter úr, tovább. Még, bocsánat, két nagyon rövid kérdésem lenne. Az egyik, ha megengedi kormányszóvivő asszony, az egyik miniszter úr találkozott-e már, vagy egyeztetette már a fővárosi vezetéssel, vagy Karácsony Gergely főpolgármester úrral, hiszen az atlétikai VB előtt azt nyilatkozták, hogy az Egészséges Budapest programért címén vagy jegyében járó 50 milliárd fennmaradó részét folyósítják. Találkoztak-e, egyeztettek-e, hol tart ez az ügy, mennyi pénzt adtak eddig és mennyit terveznek? Igen, belügyminiszter úrral együtt a belügyminisztériumban fogadtuk a főpolgármesterület. És ott tárgyaltunk ezekről a kérdésekről, és abban maradtunk, hogy ők is leírják, hogy miként képzelik el a programból a hátralévő fejlesztések időbeli megvalósítását. Mi pedig, hogyha ezt írásban megkapjuk, akkor érdemben tudunk rá reagálni, és tudjuk folytatni a tárgyalásokat. És az utolsó kérdésem a nyugdíjkorrekcióval kapcsolatos. Megerősíti ilyen miniszter úr, hogyha a becsült 15%-nál magasabb lesz az infláció, akkor a nyugdíjasok ősszel kapnak nyugdíjkorrekciót. A számításaik szerint Nagy Márton legalábbis azt mondta, hogy 18%-os lehet az infláció, akkor mennyit jár a nyugdíjasoknak? Itt a törvény pontosan meghatározza, hogy a kötelezettségünk az, hogyha a nyugdíjemelésnél, a nyugdíjemelés mértékénél magasabb az infláció, illetve meg kell nézni a nyugdíjas fogyasztói kosár inflációját is, és amelyik a magasabb, tehát a nyugdíjasok számára kedvezőbb számítási módot kell figyelembe venni, annak megfelelően kell kifizetni a különbözetet. Erre novemberben sor fog kerülni, és lesz nyugdíjkompenzáció. Szerintem szeptember végéig a kormány ennek mértékéről is tud dönteni. Köszönöm. Heti TV. Brajer Péter, Brajer Press, Heti TV. Milyen pontokon kíván változtatni a gyermekvédelmi törvényen a kormány? Hát amikor a frakció az előterjesztésével előáll, akkor pontról pontra végig tudunk rajta menni. Szóvivő asszony korábban beszélt az amerikai megmentetről. Miben tudunk segíteni, hisz azokban is Nagy Magyarország a marokkói földrengésen, hisz a két ország között kiválóak a kapcsolatok? Az én információm szerint eddig hivatalos kérés nem érkezett Marokkó részéről segítség nyújtás iránt Magyarországhoz, de hogyha lesz ilyen, akkor nyilván, ahogy eddig is, mindig a lehető legbarátságosabb és segítőkészebb hozzáállással ott leszünk és segítünk a bajban. Akkor szeretném elmondani, hogy a református szeretett szolgálatnak az emberei már ott vannak saját erejükből, és próbálnak segíteni. Sikerült velük telefonon interjút készíteni. Köszönöm, és bízunk benne, hogy mert állítólag nagyok vagyunk ebbe is a földrengés segítségével, hogy föl tudunk ajánlani valamit. Minek után a belgrádi vonatról most nem beszélnek, akkor viszont, ha jól értettem, Szijjártó külügyminiszter úr hongkongi előadását, akkor igencsak az Európai Unió tagállamai lemaradnak a Selyem útról. Meg tudja erősíteni, hogy mi viszont előrelátóak vagyunk és maradunk? Nem tudom, hogy az én válaszom ebben a kérdésben mindenki számára mértékadó lesz-e, hogy saját előrelátásunkról biztosítatom önöket, tehát igyekszünk előrelátóak lenni, és remélem, hogy valóban azok is vagyunk, hiszen meggyőződésünk az, és a külügyminiszter úr is ezt mondta el, hogy Európának az az érdeke, hogy gazdasági kapcsolatokat minden gazdasági nagyhatalommal tartson fenn, és ezeket erősítse meg. És miután ebben van egy vita Európában, bár mintha talán Európa is az eredeti nagyon kemény, teljes elkülönést hirdető állásponttól visszább lépett volna valamelyest, de Magyarország viszont sose hirdette az elkülönést. Mi úgy gondoljuk, hogy ennek az országnak és ennek a térségnek a hidegháború időszaka rossz volt. Az egyoldalú függés az mindig rossz volt. Az a jó, hogyha szuverén országként szabadon tudunk dönteni, hogy kivel akarunk gazdasági kapcsolatokat létesíteni, és ezt elvi alapon egészen szélsőséges esetektől eltekintve nem is zárjuk ki. Úgyhogy ennek megfelelően tartunk fenn kapcsolatokat Kínával is, és ahogy egyébként a francia államelnök, vagy nem olyan régen a német kancellár is járt Kínában, ugye a magyar miniszterelnök is októberben Kínába fog látogatni. És nem véletlenül kérdeztem ezt a kérdést, hisz a G20-on
azt lehetett érteni, hogy Magyarország részt vesz az USA és a Közel-Kelet India EU programban. Ami nagyon érdekes, hogy azok az európai tagállamok, akik a Sejemúttól már visszakoztak, azok egyesült erővel és a bizottság elnök asszonyának az ott tartott beszédével úgy tűnik, hogy ők ezt választják. Vajon Magyarország akkor csatlakozik ehhez a programhoz is? Megnézzük, ha az ország érdekében, akkor szívesen csatlakozunk. Szerintünk gazdasági kérdésekben azt kell nézni, hogy gazdasági érdekünk-e az, hogy egyik vagy másik országgal, egyik vagy másik területen együttműködjünk-e, vagy sem. És hogyha igen, akkor természetesen szívesen részt veszünk. Mi azt az elmúlt években is következetesen képviseltük, hogy nem örülünk annak, hogyha magyar külpolitikát Brüsszelből próbálják meghatározni, és az a tiltakozás, amit minden alkalommal lát, amikor a külpolitikában fennálló egyhangúságtól való eltérésre vonatkozó javaslatok érkeznek Brüsszelben, az ennek köszönhető. Tud-e valamit arra? Bocsánat, mennünk kell tovább, igen, egy utolsó köszönöm, kérdés. És elnézést kérek, én is elmegyek egy nagykövetti interjúra. Köszönöm a lehetőséget. Köszönjük szépen, Origó. Köszönöm szépen, Kovács András, Origó. Itt már egy korábbi kérdésben előkerült a migráns helyzet a déli határon. Ugye több súlyos összecsapás is volt, héten volt egy halálos lövöldözés is. És hogyha a mai Ursula von der Leyen beszéd alapján ön szerint van esélye, hogy a Magyarország kap valamilyen összeget, kártérítést, jóváírást a déli határon épült kerítésért? Ez beszélek alapján nehéz megfejteni. Azt látjuk, hogy a 2015-ös Willkommensz kultúrhoz képest, amikor Nyugat-Európában csak azt az álláspontot volt szabad képviselni, elmondani, anélkül, hogy a sajtó egyhangulag politikai értelme meg sem is tette volna az illetőt, hogy mindenkit szeretettel várunk, és szabad határok és teljes átjárás. Ma már azért az Európai Unióban is megjelenik a külső határvédelem szükségessége. Az egy más kérdés, hogy amit ők összességében képviselnek, az lehetetlenné teszi a külső határok megvédését, de legalább a szavak szintjén már kicsit előbbre jutottak. Úgyhogy bízunk benne, hogyha idáig eljutottak, minden már csak egy lépés, hogy azoknak az országoknak legalább részben térítsék meg a költségeit, akik egyébként a külső határok védelmét eddig is nemzetközi jogi kötelezettségeinek megfelelően, Schengeni egyezményre gondolok, ennek megfelelően látták el. Az elmúlt napokban a fővárost ellepték a dugók. Az legfrissebb mérések szerint a légszennyezettség jelentősen megnőtt. Szakértők szerint ez pedig a főpolgármester lépéseinek köszönhető. Többen felháborodtak az autósok, a mentősök, iparkamarák a különféle elhelyezett karók miatt és a védett kerékpársávok miatt. Mindenre pedig jelentős összeget költött a főváros, közel 100 millió forintot. Mit szól ezekhez a fővárosi lépésekhez? Mit tud adott esetben a kormányzat mondjuk a légszennyezettség terén tenni? Indíthat-e a kormányhivatal mondjuk eljárást? A főváros... Van a közlekedési helyzet az elmúlt 4 évben drámaian romlott, és nem kell szakértőnek lenni ahhoz, hogy ami 2019 elején még egy félórás út volt mondjuk a külvárosba, a belvárosba, az most sokszor egy vagy másfél óra rendszeresen. És nem értelemszerűen nem az egyik évről a másikra megsokszorozódott az autóknak a száma, hanem az történt, hogy olyan észszerűtlen közlekedési korlátozásokat vezetett be, a 2019-ben megválasztott fővárosi vezetés, amit autós üldözésnek nevezünk, nem annak régen filmekből megismert klasszikus formája, hanem amikor közellenségé kell tenni azt, aki nem tömegközlekedéssel, gyalog vagy biciklivel jár, hanem esetleg autóval. Ezt mi helytállítjuk, nem értünk vele egyet, de világos, hogy közlekedés szervezési jogkörei a fővárosnak vannak. A fővárosi választóknak kell értékelni, hogy ez nekik így jó-e vagy sem. A kormánynak nincs ezen a területen hatásköre, mert ez egy önkormányzati hatáskör. És végezetül szintén az elmúlt napokban derült ki, hogy a fővárosban a római partnál szennyvizet engedtek a Dunába, és erről nem tájékoztatták sem a sportolókat, sem a strandolókat. A hírek szerint Kis László Óbuda baloldali polgármestere lehet a felelős. Mit gondol erről a dologról, és hogy itt ebben az esetben lehet-e hatósági lépést tenni? Az első hírek szerint, de még miután hivatalos panasz nem érkezett a hatósághoz, ezért legfeljebb hivatalból indíthat eljárást, de a hír tegnapi vagy mai. A fővárosi csatornázási művek
engedett higított szennyvizet a Dunába közel egy strandhoz. Gondolom, hogy panasz is lesz, de hivatalból is hatóságok meg fogják vizsgálni. Nem akarom a vizsgálat véleményét megelőlegezni, de első hallásra is elég elborzasztó a történet. Köszönöm szépen. Index. Köszönöm szépen, Holló Bettina vagyok az Indextől. Ukrajna kész módosítani a kisebbségi jogokról szóló törvényeit. Lapértesülések szerint az ukrán tisztviselők már ezen a héten kétoldalú tárgyalásokat kezdeményezhetnek Magyarországgal is. A kérdésem az lenne, hogy kaptak-e már erről hivatalos jelzést, illetve magyar oldalról ki és mikor tárgyalhat az ukránokkal? Természetesen a külügyminisztérium áll rendelkezésre. Amikor a köztársasági elnök asszony Kijevben Zelenszky elnökkel találkozott, akkor is erről volt szó, sőt az elfogadott közös öt pont egyik pontja éppen az, hogy a nemzetiségek nyelvhasználatával, magyar nemzetiség nyelvhasználatával kapcsolatos kérdéseket orvosolni kell. A szavak szintjén tehát jobban állunk, mint korábban, de a szavak itt kevesek, tehát mi csak azt tartjuk megnyugtató megoldásnak, hogyha Ukrajna valóban egyességre jut Magyarországgal abban, hogy hogyan tudja helyreállítani azt a helyzetet, amit nagyon káros módon a kisebbségek jogait lábbal tiporva megsértett korábban, hogyan tudja az ezt megelőző helyzetet helyreállítani, és hogyha ebben megegyezésre tudunk jutni, és a ukrán parlament ezt elfogadja, és a jogszabály hatályba lép, akkor örülünk, és akkor ez a vita, ami egyértelműen megakadályozza Ukrajna mindenféle euróatlanti aspirációját, akkor ez az ok, ez megszűnik. Mi szeretnénk, hogyha ez így lenne. Köszönöm. Vlagyimir Putyin hibának nevezte, hogy 1956-ban tankokat küldtek Magyarországra. Ezzel párhuzamosan viszont részletesen lehetett a magyar sajtóban olvasni arról az orosz tankönyvről, amely szerint radikálisok és részben fasiszták lázadtak 1956-ban. Mi a magyar kormány álláspontja, hogyan értékelik Putyin szavait, illetve a tankönyvet? Érdeklődéssel olvastam az ezzel kapcsolatos diskurzust a magyar sajtóban, és számtalan következtetést lehet ebből levonni. De mindenek előtt az orosz elnök nyilatkozatát nyilván csak üdvözölhetjük. Ez folytatása annak a helyes gyakorlatnak, ami már 1992. november 10-én vagy 11-én a Jelcin látogatás során elhangzott, amikor is Jelcin elnök elítélte az 56-os szovjet katonai beavatkozást. Nagyon jó lenne, hogyha az orosz elnök szavai jelennének meg az orosz történelemkönyvekben is, hiszen nyilván vannak olyan kérdések, amit két ország nem fog azonosan látni, de az, hogy ez Magyarország szabad akaratát, szuverenitását durván sértő beavatkozás volt, ez szerintünk nem lehet kérdéses, és nem valós az ezzel szembeni történetírás. Ugyanakkor, és erre hívom fel a figyelmet, hogy a hipokrácia is része a magyar politikának, mert annál hipokratább hozzáállást, mint amit a magyar baloldal ebben az ügyben tanúsított, nem tudok elképzelni. Ugyanis nem lehet egyszerre Horn Gyulának szobrot állítani, róla közterületet elnevezni, és őt éltetni, és azt mondani, hogy felháborító, hogy egy orosz tankönyvben mi van 1956-ról. Mert ha az oroszok ezt mondják, azt számon kérjük, szerintem joggal tesszük, de különösen számon kell kérjük azt, amikor ezt magyarok mondták. Horn Gyulának ugyanez volt a véleménye, és nem csupán személyesen volt részese az 56 utáni munkásőrségnek, ami tudjuk, hogy a forradalom vérbefolytásában és azt követő ellenállóknak a fizikai bántalmazásában milyen szerepet játszott, hanem még élete utolsó éveiben is azt a véleményét, hogy ez nem forradalom volt, fenntartotta. Tehát azoknak semmilyen erkölcsi alapjuk nincs ebben, azért megszólalni se, akik Horn Gyula szobrához járnak koszorúzni. Köszönöm. Hogyan áll a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér felvásárlása? Illetve ehhez kapcsolódik még, hogy Róna Péter korábbi államfőjelölt azt mondta a Klubrádióban, hogy Kína érdeke visszavenni a repteret. Ezt hogyan kommentálja, de első kérdés is érdekelne, hogy most hogyan állnak a tárgyalások. A második részét semmiképpen nem kommentálnám, mert nálam lényegesen idősebb emberek méltóságát a valós helyzetreírásnak megfelelő minősítéssel semmiképpen nem sérteném. Hogy maradjuk az első részénél. Kínának az egészhez nincs semmi köze. Magyarország
vagy és a jelenlegi kormány és a jelenlegi kormánypártok álláspontja mindig is az volt, hogy a repteret nem szabad eladni. Ha valaki ebben e tekintetben a következetességünkről szeretne meggyőződni, akkor elég, hogyha a 2005. júliusi Gyurcsány Orbán vitát megnézi, ahol az egyik legfontosabb kérés az volt, hogy ne herdálja el a szocialista kormány a választások egyében a repteret. Tehát mindig is úgy gondoltuk, hogy az a jó, hogyha vagy állami, de legalábbis magyar, többségi magyar tulajdonban van a reptér. És hogyha sikerül visszavásárolni, akkor az nagy siker lesz. Jól állunk, de amíg nincs készfogás és teljes körű megállapodás, addig részleteket nem hoznék nyilvánosságra. Amikor lesz, akkor természetesen mindenre kiterjedően, vételár és minden egyéb részletre kiterjedően fogjuk a jó hírt nyilvánosságra hozni, és közel állunk ahhoz, hogy ilyen jó hírt nyilvánosságra hozhassunk. Még csak a reptérhez kapcsolatban egy nagyon gyors, rövid kérdés, rendben. Itt a reptérrel kapcsolatos hírek miatt ismét megjelentek olyan vélemények, amelyek egyébként annó mondjuk már a Vodafone felvásárlásakor is, hogy mégis hogyan lehetséges az, hogy az állam bele tud vágni ilyen volumenű üzletekbe, miközben például a pedagógus béreket folyamatosan elodázza, hogy hogyan reagálna erre a felvetésre? Úgyhogy a kettő összehasonlítása alaptalan, és az, hogy elodázzuk, az nem igaz, nem mi odázzuk el, hanem azok az európai parlamenti, baloldali európai parlamenti képviselők, akik nettó 6 millió forintot keresnek, és kapnak ennyi pénzt Brüsszeltől, hogy megakadályozzák azt, hogy a magyar pedagógusok is bruttó 800 000 forintot keresessenek, és ennek az összegnek 13%-át Brüsszel kifizesse, mert a többire a magyar kormány rendelkezésre áll és nyitott. Tehát ez a vád alaptalan. A másik pedig, hogy az állami kiadásokkal semmiféleképpen nem szabad egysorba venni azt, amikor az állam tulajdont vásárol, mert az megvan, az eladható pénzé tehető, tehát azzal az állam nem veszít vagyont. Ezért a kettő összehasonlítása teljesen indokolatlan. Köszönöm szépen. Hír TV. Köszönöm, Kis Lilla, Hír TV. Magyarország nem adja ki Ukrajnának a 6 köteles ukrán menekülteket. Számítanak-e ezzel kapcsolatban konfliktusra, illetve mi a véleménye Ukrajnának ezen kéréséről? Nem intézett Ukrajna hozzánk olyan kérést, hogy adjunk ki bárkit, de menekülteket a Genfi Egyezmény alapján nem is adhatunk ki. És egy másik kérdés, hogy Korányi Dávidékat hazaárulással jelentették fel, amiért az Egyesült Államok beavatkozott a 2022-es magyarországi választásokba, és egy volt CIA elemző szerint a cél Orbán Viktor megbuktatása volt. Meglepte ez, illetve mi a vélemény erről? Ez utóbbi következtetés levonásához nem kellett korábban a CIA-nál dolgozni, szerintem bármelyik újságolvasó ember magától is erre a helyes következtetésre jut. Köszönöm. RTL Klub. Szondi Vanda, RTL Klub, vagy RTL Híradó. Nem tudom, hogy semmilyen részlet nem lehet a reptérrel kapcsolatban, vagy esetleg valamit lehet sejtetni arról, hogy helytállóak-e a Bloomberg információi a 4 milliárd eurós vételára kapcsolatban? Amikor, ha lesz megállapodás, és aláírjuk a kötelező erejű szerződést, akkor minden részletet nyilvánosságra fogunk hozni. Nem olyan régen hát szerénységre vonatkozó tanácsot adott Mészáros Lőrincnek. Most ugye a Tihanyi gazdasági épületeit látva úgy tűnik, hogy nem fogadta meg az ön ajánlatát. Mészáros Lőrinc most üzenne neki esetleg valamit? Eddig sem üzentem, önöknek egy kérdésére válaszolt. Akkor most mit gondol, hogy nem indokolná, hogy szerényebb legyen esetleg? Szeretnék egy félreértést. Amit korábban mondtam, azt fenntartom, és nagyon jó kis mondásnak találom, hogyha szabad nekem magammal elégedetnek lenni. De én azt félreértést szeretném elkerülni, és ezt most általánosságban mondom, hogy egyébként engem az zavarna, hogyha valaki gazdag, mert 3 héttel korábban azért próbáltak meg sokan belém kötni, mert azt mondtam, hogy az a jó, hogyha sok gazdag ember van Magyarországon. És nekem továbbra is ez a véleményem. És hogyha valaki a saját vagyonával egyébként jogszerűen él, és ennek megfelelően nem az átlag életszínvonalon él, azzal önmagában még nekem semmi bajom nincsen. Hogyha csak ennyi történt volna, akkor nem is kommentáltam volna.
Van-e valami terve a kormánynak azzal kapcsolatban, hogy Magyarországon keresztül Szlovákia felé egyre több menekült lépj át a határt illegálisan? Mit gondolnak arra, hogy miért alakult ki ez a migrációs útvonal az utóbbi időben? Mi egyetlen egy dolgot tudunk tenni, a déli határt megvédeni. A déli határon ott talán nagyképű kijelentésen, hogy ember nem jön át, de az biztos, hogy sehol annyira nem nehéz bejutni ma Európába, mint a déli határon. Ha máshonnan jönnek Magyarországra, akár nem akarok egyetlen szomszédos országot sem megvádolni, de más országon keresztül, akkor természetesen Magyarországon át lehet menni, hiszen a schengeni határaink, vagy a nem schengeni, de nem kerítéssel védett határaink hasonló mértékben nem biztosítható, vagy nem garantálható a lezártsága ezeknek a határvonalaknak. Ugye vannak olyan kritikák, mi szerint Magyarország a menekültek átengedésével a szlovák választási kampányba avatkozna be, esetleg ezzel kapcsolatban tárgyalnak, vagy terveznek tárgyalni a szlovák kormánnyal? Én ilyen váddal egyébként nem találkoztam, de ha ez a beavatkozás, akkor mi nem tudom, hogy a jelenlegi szlovák kormány mellett, vagy ki mellett, de Szlovákia mellett avatkozunk csak be, nem pártok mellett, hiszen azzal, hogy a déli határt megvédjük, azzal a Szlovákiát is megkíméljük migránsok 10-100 ezreinek az áradatától. Tehát nem tudom, hogy néhány száz migráns mente magyar határon keresztül Szlovákiába, és ha ment, akkor ők hol léptek Magyarországra, na de ez nagyságrendileg más, mint hogyha 100 ezrek mennének, ha pedig a déli határt nem védenénk, akkor több százra jönnének. Nem tartja összeférhetetlennek, hogy Rogán Antal volt feleségének a bulvár oldalán rendszeresen jelennek meg állami hirdetések, ami miatt 1,1 milliárd forintot vett ki a cégéből Rogán Gál Cecília, és azért ez nem egy nagyon, nagyon erősen látogatott oldal a különböző elemzések szerint. Tehát ez egy jól elköltött állami pénz egyébként, és nem összeférhetetlene. Hát, ha megengedi, akkor én magáncégeknek a teljesen magántulajdonban álló cégeknek a nyerességével nem foglalkoznék egy kormányinfó keretében, mert az inkább a 95-i korszakra emlékeztetne. Viszont az állami hirdetése kapcsán azt tudom mondani, hogy mi közbeszerzésen választunk ki egy ügynökséget. És utána a közbeszerzésen nyertes ügynökség ad megbízást a hirdetésekre, így kap mondjuk az RTL Klub is több milliárdos hirdetésre vonatkozó megbízást. De akkor úgy gondolja, hogy jól végzi ez a cég a munkáját, hát amely egy olyan oldalon hirdet rengeteget állami pénzből, aminek a látogatottsága igen alacsony. Én egyetlen egy dolgot tudok csak mondani, hogy annak érdekében, hogy ez ne közvetlen állami döntés legyen, mi kiírunk egy közbeszerzést, és a közbeszerzés nyertese az az ügynökség, amelyik az állami hirdetéseket önöknek, az RTL Klubnak is adja, meg másoknak is. Hogy ezt jól vagy rosszul teszi, ők nyerték a közbeszerzést. Még egy utolsó kérdésem van. Iványi Gáborék ma kiadtak egy közleményt azzal kapcsolatban, hogy lassan lehúzzák a redőnyt, mert mindenféle, most éppen egy navinkasszó történt. Nem gondolják el, hogy miután állami feladatot látnak el tulajdonképpen, nem lenne célszerű, hogyha egy kicsit inkább segítenék a munkájukat, ahelyett, hogy folyamatosan különböző állami szervek vegzálják az egyházat. Miután ugye visszakapta a egyházi státuszát és visszakapta a technikai számát, továbbra sem kötöttek meg vele olyan szerződéseket, amelynek segítségével hozzájuthatnának azokhoz a plusz állami forrásokhoz, amelyek az ő általa működtetett szociális ellátóhálózatot segíteni, fenntartani. Yes. Ha így lenne, akkor még akár önnek igaza is lehetne, de nincs így. Ugyanis a helyzet az az, hogy a Magyar Evangéliumi Testvérközösségnek közel 25 milliárd forintot fizettünk ki 2010 óta, és hogyha csak az idei finanszírozást nézem, akkor szociális terület 963 millió forint, köznevelés és szakképzés 1,8 milliárd forint, ez magában foglalja az átlagbéralapú támogatást, étkezési támogatást, pedagógus béremelést, és minden egyebet. Ezen kívül, ami már csak közvetetten az államügyemel egy szabályozási kérdés, magánszemélyek által felajánlott teszi a 2023-ban 820 millió forint. És miért nem kötik meg a szerződést velük? Hát ebből az következik, hogy a szociális területen, ha állami feladatot vállal át, akkor ezt mi finanszírozzuk.
hogy a szerződés, ahogy anélkül történik, illetékes államtitkárságot javaslom megkeresni, de a lényeg nem a szerződés, hanem a finanszírozás. A finanszírozás pedig az, hogy csak a szociális munkájukra csak 2023-ban 963 millió forintot fizettünk, és 2010 óta több mint 25 milliárd forintot kaptak. Akkor Iványi Gábor nem mond igazat, amikor azt mondja, hogy az állam 100 milliókkal tartozik nekik? Én szerintem az állam semmivel se tartozik, amely az állam tartozott, azt mindig kifizettük. Amikor ő egy pert megnyert, amire ön is itt utalt az Emberi Jogok Európai Bíróságán, akkor ezt követően ott is irrealisnak találták az ő keresetét. Tehát amit ő kért a perben, azt irrealisan magasnak találták, de megállapították ennek töredékét, 2,2 milliárd forintot, azt kifizettük. Tehát amivel mi tartoztunk, azt kifizetjük. Amikor kifizettük, amikor közfeladatot vállalt, azt is finanszírozunk. Ha ő nem fizet be adókat, azt nem lehet csinálni, hogy valakin azért nem hajtom végre az adót, mert szimpatikus vagy kevésbé szimpatikus, összeomlik az állam. Köszönöm szépen. TV2. Köszönöm szépen, Hordósi Dániel vagyok a TV2 tényektől. Az imént már szó volt a néhány hét múlva esedéke szlovákiai választásokról. Erről szeretnék két kérdést feltenni. Az egyik az, hogy mit vár miniszter úr a szlovákiai választásoktól? Lesz-e ön szerint békepárti fordulat a szlovák belpolitikában? A másik kérdés pedig az, hogy több mint tíz év kihagyás után ön szerint a felvidéki magyarságnak lesz-e a jövőben parlamenti képviselete Pozsonyban? Az helyzet, hogy csak reménykedem, és abban reménykedem, hogy a szövetség, tehát a magyar összefogás be tud jutni a szlovák parlamentbe. Meglátjuk, hogy így lesz-e, de ennek nagyon örülnék. Ezen túlmenően pedig a szlovákok dolga az, hogy eldöntsék, hogy kit kívánnak a parlamentben látni, és kialakítson kormányt. Az elmúlt hetekben több sajtóhír is megjelent arról, hogy az inflációt nem csak a háború okozza, hanem az is, hogy egyes multinacionális vállalatok túl kapzsivá váltak. Mit gondol erről a miniszter úr, hogy valóban lehet ennek infláció felhajtó hatása? Igen, valóban erről nem csak beszéltünk, hanem több mint 3 milliárd forintnyi bírságot szabott ki a kormányhivatal, és a versenyhivatal is vizsgálja a tisztességes árazás gyakorlatát, tehát hogy vannak-e kartelek vagy sem. Úgyhogy amikor jogellenséget tapasztaltunk, amikor azt láttuk, hogy az inflációt nem csupán a jól ismert külső tényezők hajtják felfelé, hanem olyan tisztességtelen üzleti magatartás is, ami törvényileg szankcionálható, akkor bírságoltunk is. Ezért a kormányhivatal több mint 3 milliárd forint bírságot szabott ki nagy élelmiszeripari láncokra. Kocsis Máté nemrég bejelentette, hogy kihelyezett frakciülést tartanak majd a kormánypártok Esztergomban. Tudja esetleg miniszter úr, hogy mi lesz a téma ezen a frakciülésen? Értelemszerűen az őszi ülésszakra való felkészülés. 2010 óta mindig az őszi, illetve a tavaszi ülésszakot megelőzően kihelyezett frakciülést tartunk. Ez most is így lesz 20-án és 21-én, szeptember 20-án és 21-én. Ilyenkor minden aktuális kérdés az napirenden van, tehát nagyjából amiről itt eddig beszéltünk, arról ott is fogunk beszélni. Köszönöm szépen. 444. Hasszán Zoltán vagyok a 444-től. Miniszter úr, ön szerint is kivételes államfő, igaz, magyar hazafias hős katona volt Horthy Miklós? Horthy Miklós megítélése összetett kérdés, és egy mondatban nehéz ezt megfogalmazni. Nem vitás, és ebben teljesen egyetértek Lázár Jánossal, hogy Horthy Miklósnak érdemei vannak abban, hogy Trianon után ez az ország megmaradt, túlélt, konszolidálódott és stabilizálódott, és az sem vitás, amit a miniszterelnök mondott el 2017-ben, hogy tudatában vagyunk annak, hogy egy nehéz történelem van a hátunk mögött. Szerettem volna mindenki számára nyilvánvalóvá tenni, hogy Magyarország kormánya egy korábbi időszakban hibát, sőt bűnt követett el, amikor nem védte meg Magyarország zsidó származású polgárait. Szeretném világossá tenni, hogy a fölfogásunk szerint minden magyar kormánynak az a kötelessége, hogy minden állampolgárát származásról tekintet nélkül megvédje. A II. Világháború idején ennek a követelménynek, ennek az erkölcsi és politikai követelménynek Magyarország nem tett eleget, ez bűn. Ugyanis akkor úgy döntöttünk, hogy a zsidó közösség védelmezése helyett a nácikkal való kollaborálást választjuk. De mit válaszoltak önök az izraeli nagykövetségnek, akik ugye azt kifogásolták, hogy a kormány egyik tagja miatt adta Horthy Miklóst, csak azt a részt, amit ön most felolvasott, azt például nem említette meg.
Ez a kormány, ez a miniszterelnök mondta. Általában, ha más mond valamit, és a miniszterelnök is mond valamit, akkor a többit figyelmen kívül hagyják, és csak az a lényeg, amit a miniszterelnök mond. Ha ez önöket megnyugtatja, járjanak el most is így. Tehát akkor ezt tekintsük egy magánemberi megnyilvánulásának a Lázár? Nem, hát egyáltalán nem. Lázár János ennek a kormánynak megbecsült minisztere. Ön tudja, hogy a kormány támogatásából újjáépített Jedlik gimnázium falára kitetette ki az Orbán idézeteket? Nem. De nem is kíváncsi rá a kormány, vagy a miniszter idézeteket kirakadta ki a kormány pénzéből? Külföldről olvastam az ezzel kapcsolatos fordulatokat, és tudomásul vettem azokat. De hogy akkor ez normális, nem normális, mi a véleménye róla? Kell most már akkor Orbán idézet a falakra, vagy nem? Még a szerző neve sem volt feltüntetve, tehát rossz indulattal semmiféleképpen nem vádolnám azt, aki 7 olyan mondatot kiírt egy táblára, amivel többnyire mindannyian egyetérthetünk. Miután ez politikai vitákhoz vezetett, ezért a tankerület vagy az igazgató azt a helyes döntést hozta, hogy ezzel nem kell megterhelni az iskolát. Lehet arra számítani, hogyha valaki egy magyar közjogi méltóságnak élve az alkotmányban biztosított szabadságjogával beint, akkor leteperik testőrök és bántalmazzák? Lehet erre számítani Magyarországon? Hát az egyik, hogy az a véleményet, hogy a szabadságnak körébe tartszik-e vagy sem, ebben kedélyes egyetemértés van közöttünk, mert ez szerintem becsületsértést is megvalósíthat, attól függ, konkrét helyzetben kell megítélni, tehát túl van a jogszerűség határán, de természetesen egy jogállás magatartással szemben arányosan kell fellépni. De ön arányosnak tartja azt, hogy külföldi állampolgárok felfegyverkezve egy egyébként békés, nem felfegyvertett magyar állampolgárt legyűrnek a földre, majd utána azt mondja erre a rendőrség, hogy nincs ezzel dolga. Hogyha nem jelentett semmilyen fenyegetést a védett állami vezetőre, ha jól értem, akkor itt a török elnökről van szó, akkor a magyar rendőri gyakorlat szerint itt azért az arányosságot lehet vitatni. Egy utolsó dolog, ön azt mondta egy korábbi kormányinfón, hogy az Országos Bírói Tanács néhány tagja Brüsszelbe járt feljelenteni a kormányt, és mindezt azért tették, hogy kijárják azt, hogy újra választhatók legyenek. És ez úgy fejezte be ezt a gondolatmenetet ön, hogy majd figyeljék meg, hogy minden indulnak ezen a választáson. Hát bejelentették, hogy nem indulnak el. Mit gondol erről? Mennyire jött be a jóslata? Örülök, hogy a szavaimnak ilyen súlya van. Azt gondolja, hogy azért nem indultak el? Nem, az nem lehetséges, hogy nem gondolta jól ezt, és mégsem azért jelentgették föl Brüsszelben a kormányt, hogy saját magunknak kiállják. Hát de bocsánat, miért járták ki ezt a törvénymódosítást? Azért járták ki. Józan észszerűen meg tudja mondani, hogy egy bármilyen testületnél, ahol a függetlenséget gondolom mindketten pozitívumnak, előnynek tekintjük, ott miért jó az újraválaszthatóságot megadni, hogyha az nem biztosított? Én csak annyit látok, hogy ön azt mondta, hogy indulni fognak, és nem indultak el mégsem. Igen, de mert az történt, amit mondtam. Valószínűleg ők is úgy ítélték meg, vagy még az is lehet, hogy a bírák közül is olyan visszajelzéseket kaptak, hogy az önfeljelentésben, vagy a saját országok feljelentésben, ami sokat sok, és azért a bírák különösebben nem szeretik a személyre szabott jogalkotást, azért lehet, hogy olyan visszajelzések érkeztek tőlük, hogy ha elindulnának, sem választanák meg őket. De sajnos, amit én megfogalmaztam bátként, az megalapozott, tehát józan ésszel senki nem gondolhatja, de én ennél többet is úgy gondolom, hogy tudok, de józan ésszel senki nem gondolhatja, hogy Brüsszelben valakinek eszébe jut, hogy egy olyan testület esetén, ahol a függetlenség az érték, ott az eddigi újraválaszthatóság hiányát, azt meg kell szüntetni, és újraválaszthatóvá kell tenni a tagokat. Ilyen nincsen. Tehát ezt a mesét valaki elhiszi, akkor ott nagy baj van. Köszönöm. Köszönöm. Economics. Köszönöm szépen, Fellegi Tamás, economics.hu, a korábbi napi.hu. Azt szeretném kérdezni, hogy az idei évre várható költségvetési hiány most vélhetőleg mekkora lesz, tartható-e a korábban kitűzött szint, vagy elképzelhető, hogy még a év hátra levő részében kisebb korrekciókra sor kerülhet, és ehhez a kérdéshez kapcsolódik, hogyha esetleg
Idén megtörténik a reptérvásárlás, és ennek a fizetése is idén válik aktuálissá, akkor ez a tétel hova kerül, ez érinti a költségvetést, vagy ez egy külön tétel lesz? Ez nem növeli a hiányt. Tehát a repülőtér megvásárlása hiányt nem növel. Államadósságot növelhet, de hiányt nem. Mi pedig a költségvetés helyzetére és a várható hiányra vonatkozik, ott csak elismételni tudom azt, amit a korábbi kormányinfón is már elmondtam, hogy miután a fogyasztás visszaesését látjuk, és ebből adó a fogyasztási jellegű adóknál a bevétel elmarad a költségvetésben vártól, ez jelenthet nehézségeket, de a kormány abban maradt, hogy a harmadik negyedév ismeretében fogja értékelni ezeket a folyamatokat. A kormánynak előzetes adatok, azok elég hamar rendelkezésre állnak, tehát ez már akár az októberi első kormányülés lehet. Akkor azt szeretném még kérdezni, hogy az európai pénzekkel kapcsolatban, hogy elhangzott, ugye itt miniszter úr mondta, hogy 2-3 hónapon belül dönteni kell az Európai Bizottságnak. Hát elképzelhető, hogy esetleg nem fehér vagy fekete lesz a döntés, hanem egyes dolgokat elfogadnak, másokat kifogásolnak, de hát ez nem feltétlenül, tehát lehet, hogy akkor nyilván nem teljes kifizetés következik, de ez nem feltétlenül gátolja meg azt, hogy egyes programok pénzei jöhessenek. Ennek alapján becsülhetünk-e valamit, hogy tehát nyilván a kormánynak is van elképzelés arról, hogy körülbelül mit reagálhatnak, mi várható. Mondjuk Navracsics miniszter úr optimista, tehát ennek alapján akár nagyobb összeg is lehet. Tehát, hogy mi az, amire reálisan számíthatunk az idei évben, vagy a jövő év első felében? Ugye miután semmilyen jogállami attribútuma nincs az Európai Bizottságnak, vagy az Európai Uniónak, ezért önmagában az, hogy minden vállásunkat teljesítettük, ez nem jelent semmit. A politikai döntés kérdése nyers hatalmi viszonyoktól függ. De ha minden jól alakul, akkor azért realitása annak van, hogy miután a bizottság előzetesen az igazságszolgáltatási törvény módosítását jóvá hagyta az előbb megvitatott érdekességekkel együtt, kifejezetten tetszett nekik, sőt ők kérték, és ott le van írva, hogy ez megfelel annak, amit a bizottság kért tőlünk. Ezért furcsa lenne, hogyha az igazságszolgáltatás terén elvártak teljesítését ne igazolnák vissza. Ha pedig ezt visszaigazolják, akkor a kohéziós pénzek kifizetése megtörténhet, számlákat kiküldtünk, tehát azokat csak ki kell fizetni, és akkor az egyik ágon Magyarországra érkező pénzek érkezésének immáron semmi akadálya nincsen. És akkor még marad a helyreállítási alap, amiről tovább kell tárgyalni. Ami gyakorlatilag a helyreállítási alapnál meghatározott kritériumok, azok egybeesnek a kondicionalitási eljárás lezárásához szükséges kritériumokkal. Tehát az a kérdés, hogy melyikhez jutunk hozzá könnyebben, akkor könnyebben hozzájutunk a 7 éves költségvetés pénzeihez, de minden pénzhez hozzá szeretnénk jutni, és ennek megfelelően is tárgyalunk minden ügyben Brüsszelben. Köszönöm szépen. 24.hu. Spirk József vagyok a 24.hu-tól. Orbán Viktor augusztus 20-a előtt azt mondta a Kossuth Rádióban, hogy nyáron sem áll meg a munka, a nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel nem lehet szabadságra menni. A miniszterelnök ezek után mikor volt szabadságon? 26-a után. És ebben az időszakban készült a horvátországi videóról, amikor Opátiában, a Schmidt család nyaralójában. Miután szemben másokkal nem készítek a miniszterelnök külföldi tartózkodására videókat, azért azt mikor készült nem tudom, de azt megelőzően olyan volt, hogy a miniszterelnök mondjuk baráti meghívást elfogadva hétvégét máshol töltött, de én is itt voltam munkanapokon, én előbb mentem volna szabadságra, de csak félig volt sikeres pont az ő itt léte miatt, tehát tudom tanúsítani, hogy 26-át megelőzően olyan hétköznap nem vagy alig volt, amikor ne találkoztunk volna. Az, hogy hétvégén a miniszterelnök elfogadott-e baráti meghívást, és mondjuk a magyar határtól 300 kilométerre utazott-e vagy sem, erről nem tartozik nekem beszámolással, és talán ez jó is így. És a miniszterelnök máskor is vesz igénybe ilyen baráti szolgáltatásokat, vagy meghívásokat? Én nem tekintem baráti szolgáltatásnak azt, hogyha valaki meghívja őt egy ebédre vagy egy vacsorára, tehát ez azt hiszem, hogy a mindennapi élet normális rendje.
Köszönöm. Egy másik kérdés, hogy a Fidesz, ugyanez nem kormányzati kérdés, de hogy mikor fogja megnevezni a főpolgármester jelöltjét? Fidesz elnökség az illetékes benne, amiben én nem vagyok tag. Köszönöm. Volt-e a kormányülésen szó a MÁV-val kapcsolatban, illetve a MÁV vezetésében Lázár János döntése nyomán lezajlott váltásokkal, illetve kirúgásokkal? Nem volt szó róla a kormányülésen. És önnek mi a véleménye a tekintve a MÁV súlyára és szerepére egy ilyen drasztikus beavatkozásra? Hát, úgy gondolom, a szaktárcának van egy vezetője, és neki kell döntéseket hozni a MÁV-ról, és nyilván, hogyha hozza valamilyen döntést, akkor annak megvan az indoka. Köszönöm. Telex. Köszönöm, Nyilas Gergely, Telex. Említette a kisebb hajó nagyobb szerénység kapcsán, hogy önt kritizálták azért, mert korábban azt mondta, hogy jó lenne, ha még több gazdag ember lenne Magyarországon. Ugye a kritika Mészáros Lőrinccel kapcsolatos volt a megnyilatkozáson, azt mondta, hogy jó lenne, ha lenne akár 40 Mészáros Lőrinc, és a kritika nem azzal kapcsolatos, hogy gazdagok-e ezek az emberek, hanem az, hogy a vagyont hogyan szerzi. Ugye Mészáros Lőrinc többször hivatkozott arra, hogy a Isten segedelmével Orbán Viktor barátságának köszönhetően is, és meggazdagodhatott, és ebben szerepet játszottak az állami tenderek is, amelyeket elnyert, és az, hogy nem piaci alapon szerzett vagyont, valószínűleg ez az, ami a kritika tárgya, és nem pedig az, hogy vannak gazdag emberek Magyarországon. De az a kérdés, hogy abból indul, amit ön leír, vagy abból, amit én mondok? Mert azt mondta, hogy jól lenne, ha lenne 40 hozzá hasonló. Ha abból, amit én mondok, az a mondat pontosan úgy szólt, hogy jó lenne, hogyha lenne 30 vagy 40 Mészáros Lőrinc, mert egy országnak jót tesz, hogy a sok gazdag ember van, nagyjából szó szerint ez így. Világos, csak Mészáros Lőrinc meggazdagodása, hát, nem az a kritika, hogy ő gazdag. Mondatnak az, hogy nem hallja meg, és az elsőről ír egy cikket, ennek semmi akadály, a sajtószabadságban így szép, de ez nyilvánvaló volt a szövegkörnyezetből is, meg az adott mondatból is, de meg egyszerűen a sajtószabadságban, ezért a második tagmondatot nem kell meghalani ahhoz, hogy valaki az elsőről írjon cikket. Világos. Ha már Mészáros Lőrinc, itt szó volt már a Tihanyi ingatlanról, erről a fél hektáros ingatlanról az Óvári Dombon. És ugye itt nem csak arról van szó, hogy szerénye, fellengzőse az az ingatlan, ahol vadászbarokkos szoborkompozícióval van ellátva a szökőkút, és medence van egy nemzeti park területén lévő ingatlanban, hanem arról, hogy ennek az ingatlannak a besorolása rét és gazdasági épület, és a tulajdonosa vállalta azt, hogy a Mészáros Lőrinchez köthető egy részben, másik részben pedig a fiához, vállalta, hogy ebben a funkciójában őrzi meg ezt az ingatlant, és 5 évig nem is adja el. A kérdésem az, hogy ön szerint látva a képeket, megfelel-e az ingatlan besorolásának az, ami ott látható medencével, szökőkúttal, minden egyébben, rét és gazdasági épület? A nyaralás iránt érdeklődés, mert a másik, amiben különbözünk, hogy én nem láttam ilyen képeket, tehát nem tudom, hogy néz ki az, amiről beszél, de bizonyára ehhez hozzá lehet férni, de akkor se különösebben érdekelt. Van egy jogi előírás. Ha valaki annak nem felel meg, akkor megvannak a szükséges eljárásrendek, amelyeket ilyenkor alkalmazni kell. Én biztos, hogy feljelentéseket nem fogok továbbítgatni, hogyha a hatáskörömbe tartozik, akkor kötelességem. De egyébként, ha ilyen kérdés felmerül, hogy valaki jogszerűen építkezette, akkor az egy hatósági kérdés, ott kell tisztázni. Világos, tehát hogyha kiderül, hogy ez az ingatlan ebben a formában nem felel meg a rét és gazdasági épület besorolásnak, akkor helyesnek tartja, hogyha a megfelelő hatóságok intézkednek, és ennek megfelelően. Én azt tartom helyesnek, hogyha a jogszabályokat mindenki betartja. Hatóság is, állampolgár is, mindenki. Említette a napelem elszámolásával kapcsolatos módosítást, hogy a havi szaldóra kellett volna áttérni az korábban megszokott éves szaldó helyett, és Brüsszelre hivatkozott. Ez ugye a 2019/944-es irányelv, Európai Parlament és a Tanács irányelvéről van szó. Azt állítja ön, hogy ez az irányelv azt mondta ki, hogy a már meglévő rendszerekre vonatkoztatva visszamenőleg legyen érvényes ez a szabályozás, hogy az éves elszámolás helyett át kell térni a havi elszámolásra? Azért módosítottunk a szabályozáson, mert úgy gondoljuk, hogy ez még összhangban van az ön által említett közös tanácsi parlamenti uniós határozata. Magyarán Brüsszel nem kényszerítette arra a kormányt, hogy olyan módon döntsön a módosításról, hogy az érintse a már kiépített napelemrendszereket. Brüsszel arra kényszerít, hogy 24. január 1-től vezessünk be egy az állampolgárok számára lényegesen kedvezőtlenebb elszámolást. A korábbiakra nézve mi úgy látjuk, hogy
és talán Brüsszel is így látja, azért addig, amíg nem indítanak kötelezettségszegési eljárást, még ne ünnepeljünk, de ha nem, akkor majd mondhatunk együtt pezsgőt, hogy visszamenőlegesen talán ezt nem fogják számon kérni. Világos, tehát akkor a legnagyobb felháborodás keltő része a szabályozásnak nem Brüsszel előírása volt, hanem a magyar kormány értelmezte úgy, vagy döntött úgy, hogy ezt a meglévő rendszerekre is vonatkoztatni fogja. Hát, hogy melyik a legnagyobb felháborodást keltő része a szabályozásnak? Hát az, hogy akik már beruháztak, azok éppen azzal szembesültek, hogy az elszámolás sokkal kedvezőtlenebb lesz, és sokkal nehezebben térül meg. Ezt azért nehéz megmondani, mert ugye van 220 kötője 300 ezer ember, aki vagy igényt jelentett be, vagy már van napeleme, és van, hogyha háztartásokat nézek is, közel 3 millió háztartás, akinek meg nincs napeleme, nekik nagyon káros az, amit Brüsszel rákényszerít. De hogy akik most kezdenek beruházni, azok már tudják, hogy ez a szabályozás lesz. Két rövid kérdésem van még. Ebben önnek igaza van, tehát az előreláthatóság szempontjából kétségkívül ez így van. Két rövid kérdésem van még a francia együttműködésről, a nukleáris fűtőanyagok beszerzéséről. Ez a 2030 után építendő moduláris atomerőművekre vonatkozik csak, vagy elképzelhető, hogy alternatív forrásként a Paksi 1-es, akár 2-es és az újabb blokkokra is igaz lehet majd? Utána kell néznem az újra biztosan, utána kell néznem technikai a kérdés, tehát hogyha mi mindig arra törekedtünk, minden az energia szektor valamennyi területén, hogy diverzifikáció legyen lehetőség. Tehát, hogyha technikailag lehetséges, akkor mindenre kiterjed. Ha nem, akkor nem, de ennek utána kell nézni, mert ez szakmai kérdés. A akkumulátorgyárak beruházása a környezetterhelés miatt is jelentős vitákat szül, de legalábbis nyilván erős érdeklődést vált ki, de nyilván komoly számítások előzték meg azt a magyar kormány részéről, hogy mennyire éri ez meg. Mekkora GDP növekedést várnak az ide települő akkumulátorgyáraktól, és mekkora éves adóbevételt? És számon tartják-e azt, hogy mekkora támogatást adnak ezeknek a cégeknek? És ez azért fontos kérdés, mert nem éri meg esetleg jobban ezeket az összegeket az oktatásra fordítani. Következő. Az utolsó mondatot külön köszönöm a demagógia bajnokság jegyében, ami mindenféleképpen a benevezésre érdemes, de hogyha ettől az utolsó félmondattal eltekintek, akkor is a kérdés maga fontos. De többször beszélt róla a miniszterelnök is, és én nekem is már néhány alkalommal volt szerencsém beszélni arról, hogy azért nem ilyen egyszerű a helyzet, mert hogyha szabad Brüsszel ténykedésére az önfigyelmét felhívni, akkor a belső égésű motorokat ki kell vezetni. Ha jól emlékszem, mostani szabályozás szerint 2035 után már új belső égésű motort majd nem lehet eladni. Magyarországon a GDP-ben jelentős hozzájárulása van a gépiparnak, azon belül is az autóiparnak. És ezek az autóipari cégek, ezek akkor fognak hosszú távon Magyarországon maradni, munkahelyet biztosítani és jó fizetést adni, hogyha ezt az átállást és ennek technikai feltételeit is biztosítjuk. Ezért nem érdemes csak önmagukban az akkumulátorgyárakat nézni, hanem azokat úgy kell tekinteni, mint amelyek annak a feltételeit is jelentik, hogy a Mercedes, az Audi, meg a BMW az továbbra is Magyarországon marad és termel. Uh-huh. Bocsánat, nem tudok tovább szót adni, elnézést, mert a két rövid kérdés az öt darab, ne haragudjon. De van egy, ne haragudjon, de akkor vegyük el a szót, hogyha a kolléga nem tartja be. A két rövid kérdés az öt vagy hat kérdés lett. Népszava. Marnic István vagyok a Népszavától. Négy energetikai kérdésem lenne. Jól értettem, most miniszter úr azt mondta, hogy utána kell néznie annak, hogy lecseréljük-e az orosz fűtőelemeket franciára? Nem, az a kérdés, hogy lecserélhető-e az újaknál, ugye a hír az ismert, ami a kolléga is itt idézett, hogy Magyarország fűtőanyagot tud vásárolni a franciáktól is, és ez az új atomerőműi blokkokban felhasználható lesz. A kérdés az volt, hogy ez technikailag megfelelő-e. Erre ez egy szakmai kérdés, utána kell néznem, és akkor tudok válaszolni. Én úgy értem, hogy a jelenlegi blokkok tekintetében vásárolható-e, vagy vásárolnak-e, mert erre szerződést kell kötni. Igen, de nincs. És a majdan meghosszabbított üzemidejű jelenlegi blokkok tekintetében is felmerül ez, akár a Westinghouse-tól is vásárlás. Igen, tehát csak elismételni tudom a válaszomat. Az egy technikai kérdés, hogy milyen atomerőmű blokk milyen fűtőanyaggal működik. Nem tudok arra a kérdésre válaszolni, ezért elnézést kérek, de utána nézek és jelzem a kollégának is, meg önnek is, hogy a már működő blokkoknál ez elvi lehetőségként adott-e vagy sem.
ebből adódó lecserélés, hogy én végképp nem tudok nyilatkozni, mert ennek előfeltétele lenne az, hogy erre a kérdésre választ kapjunk. Az újnál pedig a hír az ismert, ezt idézte a kolléga is. Igen, hát az Európai Unió azon tagállamai, ahol orosz blokkok működnek, már szerződtek, tehát szerződést kötöttek a jelenlegi blokkok alternatív, tehát nem orosz fűtőanyag ellátásáról. Igen. Ez lehet, hogy így van, csak az a helyzet, hogy mindegyik orosz atomerőmű az máskor épült, más formában, más technikai feltételeknek, ezért nem javaslom, hogy ketten daráljunk ki egy olyan szakmai kérdést, amihez én biztos nem értek, de talán ön sem 100%, hogy ért. Akkor majd, ha utána néz, akkor minket igen, jelez, megértem, hogy jelezni fogom. Jó, a másik szintén egy picit már elhangzottakhoz kapcsolódik, említette az üzemanyagárakkal kapcsolatos csökkentési szándékokat. Esetleg elképzelhető-e az, hogy a kormány az uniós szabályoknak megfelelően a 2023. október 1-jei euróárfolyam alapján állapítja meg a január 1-től várható üzemanyag jövedéki adó emelés mértékét, amennyiben a jelenlegi euróárfolyamhoz alapján hát kb. Fele annyi emelésre lenne szükség, mint amit a kormány az Európai Unióra hivatkozva, de hát ilyen tekintetben szinte hibásan, vagy hát félig meddig hibásan az euróra hivatkozva bejelentett. Mindenféleképpen várjuk meg október elejét, és azt követően tudok a kérdésre válaszolni. Világos. Lehet, tehát nem tartják-e aggályosnak azt, hogyha a narancssárga gázszámla rezsiboxban a megtakarítás mértékéből visszaszámolják azt az árat, amennyiért is adhatná az MVM, hogyha világpiaci árat kérne a gázért a lakosságtól, akkor ebből 1020 forintos, vagy nettóban 770 forintos ár jön ki, miközben a tőzsdén most 160 forint tehát a 770-nel összehasonlítható ár, vagy bocsánat, most 130, júniusban 160 volt, tehát sokkal alacsonyabb. Én nem nehezen tudom azt elképzelni, hogy 1020 forintba tavaly szeptember 15-én került utoljára az MVM-nek, vagy a tőzsdén a gáz. Tehát egy évvel ezelőtt vásárolt gázt ad el még most is a lakosságnak az MVM. Nem tartják ezt aggályosnak? Hát, ugye az MVM nagyon sokszor és gyakorlatilag folyamatosan vásárol gázt, ezeket ráadásul nem is külön tartja, hanem általában keveri, tehát nem tudja elkülöníteni már csak a tárolókapacitásokból adódóan sem a később meg korábban vett gázt. Van egy számlaképet, amit jótam, hogy évente újít meg. Feltételezem, hogy egy adott időpillanatban fennálló árat rögzített, és majd most rögzít egy másikat. Hát nem tűnt erre hajlandónak, vagy Nem tűnt úgy, hogy az MVM óhajt ezen változtatni, ennek a számnak ezen változtatni. Erről ma pont nem volt szó a kormányülésen. Jó, és akkor talán szó volt... Egy utolsó kérdés. Jó, egy utolsó kérdés, hogy napelemek, azt ígérte Lantos úr, hogy ősszel vagy mostanában állítják vissza a lakossági csatlakozást, hogy mikor várható ezen lakossági csatlakozás visszaállítása, illetve hát azt mondta a miniszter úr, hogy a bruttó elszámolás az kedvezőtlenebb, de én hallottam olyan szakmai felvetést, hogyha nem rezsicsökkentett, vagy nem hatósági áron lenne a bruttó elszámolás, hanem piaci áron, akkor még jobb is lenne, mint a mostani nettó elszámolás, tehát a mostani szaldó elszámolás, tehát várható ilyen, illetve ehhez kapcsolódóan vagy 5000 megawattnyi nagy napelem beruházós, tehát ilyen 50 kilowatt fölötti beruházó lépett vissza a pályázattól, amiatt körülbelül ennyi, körülbelül az összes pályázó visszalépett a Mavir által kiírt pályázattól. A feltételek nehéz vagy teljesíthetetlen voltára hivatkozva, tehát úgy érzik, hogy a kormány el szeretné tántorítani az új napelemes nem lakossági beruházókat a piacot, tehát hogy kíván-e a kormány javítani ezen feltételeken. Bocsánat, ez egy csomag. Ami talán a legfontosabb, hogy január 1-jével tudjuk helyreállítani a rácsatlakozás lehetőségét. Az ország egész területén nem, de a körülbelül
7-8%-a maradt csak az ország területének, ahol nincs olyan állapotban a hálózat, hogy további rácsatlakozást el tudjon viselni. Többi helyen január 1-ével helyre fogjuk állítani. Az, hogy az árazás az korrekt vagy nem korrekt, én szerintem annál korrektebb árazás nincsen, hogy ugyanannyiért veszi az MVM az áramot egy napelemmel előállított egy magánszemélytől, aki azt napelemmel állítja elő, mint mondjuk a Paksi atomerőműtől. Tehát szerintem ez egy korrekt elszámolás. És természetesen mi azt is nagyon támogatjuk, hogy jöjjenek létre nagy naperőművek, és az ebből származó energia az is tud segíteni az országnak. A napenergiánál viszont egyetlen egy jelentős probléma van. Ez a háztartási naperőművekre vonatkozik, hogyha nincsen olyan elem vagy olyan tároló kapacitás, ami az energiát tárolni tudja, akkor folyamatosan kiegyenlítő áramot kell vásárolni, akár importból is. Tehát a nagy napelemgyáraknak erről gondoskodni kellene, ezt storage-nak hívják, azt kell hozzá beszerezni, hogyha valaki ilyen nagy kapacitású akkumulátort beszerez, tároló raktárhelyet beszerez, akkor természetesen az államnak is nagyon megéri. De hogyha az államnak folyamatosan meg kell venni a kiegészítő, kiegyenlítő energiát, akkor azt a végén az adófizetők fogják kifizetni, hiszen az MVM állami cég. Tehát természetesen mi örülünk annak, hogyha nagy naperőművek létrejönnek, annak is örülünk, hogyha minél több zöld energia termelődik Magyarországon, de a napenergiának van egy sajátos problémája, hogy tároló kapacitás nélkül olyan mennyiségben, amit ma már elértünk a megújuló energiaforrásokon belül a napenergiával, úgy nagyon drága is tud lenni, ezért tároló kapacitást is kell hozzá létesíteni. Tervezünk ilyen pályázatot kiírni egyébként nem a háztartásoknak is. HVG. Jó napot kívánok, Lengyel Tibor vagyok, hvg.hu. Ha jól figyeltem, miniszter azt mondta, hogy nem szokta nyaralás közben videózni Orbán Viktort, sőt, nem is látta azt a rövidke videót, ami az Adrián készült, látta. Mindegy, mert ha látta, hanem az anélkül is eldönthető az a kérdés, hogy ez hordoz-e korrupciós kockázatot, hogy ő egy olyan... Nem. Bocsánat? Nem. Nem hordoz. És azért nem hordoz, hogy egy olyan helyen, villában szállt meg, amely villa tulajdonosának a cége üzletel az állammal. Azért nem hordoz korrupciós kockázatot, mert csak két napot töltött ott, vagy... Nem, vagy... Ez jó, időfüggő-e, vagy nem? Vagy... Nem. Miért nem? Tehát életszerű, hogyha valakivel 30 éve jó barátságban vagyok, és elfogadom a meghívását függetlenül attól, hogy egyébként az ő lányának milyen cége van, ebben aztán semmilyen korrupciós kockázat nincsen. Ugye ez ugyanaz a hivatkozás, mint a Garancsi-féle repülős utak, hogy 30 éve is így jártam, ezután nem, is így az egészen fogok. Más, az nagyféle értés van. Van a Magyarország, amire ön gondol, az, hogy egy állami vezető a magyar válogatott meccsén részt vehet-e, utazhat-e a csapattal, vagy pedig egy klubcsapat, magyar klubcsapat nemzetközi kupában játszott meccsén részt vehet-e. Ezzel kapcsolatosan az Országgyűlés Illetékes Bizottságának van egy állásfoglalása. Annak megfelelően járta a miniszterelnök, és valamennyi képviselő ennek megfelelően járhat-e. Tehát igazából értékhatár nélkül bármilyen ajándékot elfogadhat régi ismerőstől, hogyha üzletel is az állam, akkor is vele. Nem, természetesen bármilyen értékű ajándékot nem fogadhat el, mert ezt országgyűlési törvény egyértelműen szabályozza. Itt föl sem merül az, hogy valaki képviselői minőségére tekintettel kap ajándékot, mert még egyszer mondom, egy 30 éves barátságról van szó. Tehát én ezt... kis stílűnek, megalapozatlannak és légből kapottnak tartom. Világos. A kormányülésen esetleg volt-e szó arról, hogy a Koszovóban megsérült katonák, a május végén megsérült katonák helyszíni ténymegállapító bizottsága az a végére jutotta annak, hogy mi történt ott, ki, milyen körülmények voltak, ugye erről egy jelentést kellett készíteni. Ezt én még nem láttam a végleges jelentést. Azt lehet tudni, hogy mivel két sérült katonának a lábát kell amputálni, miért csak egyet ismernek el hivatalosan? Nem tudok róla. Én azt tudtam, hogy egy katonának a lábát kellett amputálni. Tehát ezek ténykérdések, tehát kár vitatkozni róla. Világos. És említette az előbb az akkumulátoripari beruházásokat. Azt
Ugye a magyarázat az volt, hogyha ilyenek nem létesülnek, akkor az autógyárak elmennek, és hát akkor ezt a GDP ugye eléggé megszenvedi. De azt vajon felmérték-e hatástanulmányokkal, számításokkal, bármilyen ilyet rendelte a kormány, hogy az ilyen akkumulátoripari beruházások környezetterhelési szempontból mennyit bír el az ország az ilyen beruházásokból? Hát ez minden, van-e számosságának korlátja ezeknek? Ez minden egyes esetben, amikor a hatóság a környezetvédelmi engedélyt megadja, mérlegelnie kell. És miután a környezetvédelmi engedély szabályai ráadásul a lehető legszigorúbbak, és azoknak a nagy része EU-s norma átvételéből következik, ezért még többnyire egységes az európai megítélése. De elég a nemzetközi gyakorlatot megnézni. A Németországban, Türingiában, a miénknél is bármely magyar akkumulátorgyárnál nagyobb akkumulátorgyárat hoznak létre. Ha a németeknek megfelel és örülnek neki, akkor lehet, hogy nekünk sincs mit sajnálni. Igen, egyedileg lehet, hogy megfelelnek, de hogy azt vizsgálták-e, hogy összességében, ha 10-20 ilyen épül, akkor persze, az összességében jelente kockázatot. Igen, tehát egy kormányhivatal, amikor egy ilyen határozatot meghoz, akkor mindent figyelembe kell, hogy vegyen. Vízfelhasználást, vízellátást, mindent. Világ. Igen. Mennünk kell tovább, még egy kérdés. Egy gyors kérdést. Akkor az előbb fölmerült már a Vodafone is, meg a pedagógusok bére is, és talán pont egy éve ültünk itt, akkor azt mondta a Vodafone felvásárlás mellett érvelve, hogy az egy jó befektetés, amiből talán majd a pedagógusok béremelésére is futja. Most ehhez képest ez 51 milliárdos mínuszt hozott ez a Vodafone. Mikor lesz ebből pedagógus béremelés? Véletlenül akkor is egy szintén a demagógia versenyben résztvevő kérdésre adtam a választ és kötöttem össze a kettőt, de én nem szeretném annyiban a kettőt összekötni, hogy pedagógus béremelés remélem, hogy már idén lesz. Annak az akadályát nem a Vodafone megvásárlása képezi, részben idén volt is, természetesen meg jövőre is lesz, de ennél nagyobb mértékben szeretnénk emelni. Annak az akadályát azok a baloldali európai parlamenti képviselők képezik, akik nettó 6 millió forintot keresnek Brüsszelben, és úgy gondolják, hogy ők kaphatnak onnan pénzt, a tanárok pedig a fizetésük 13%-át, vagy az emelésük, bocsánat, a fizetés emelésük 13%-át sem kaphatják onnan. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Blik, és aztán Magyar Fórum. Köszönöm szépen, miniszter úr, Barnál Norbert vagyok a Blik-től. Nem értettem pontosan, benzin kapcsán lenne egy kérdésem, hogy szóba került-e esetleg, hogy újra hatósági áras lehet a benzin a kormányülésen, vagy nem erről volt szó? Nem, ez a mostani mai kormányülésen nem került szóba. Esetleg vizsgálják azt, hogy bizonyos körülmények esetén ez újra lehetséges? A kormány olyan válasz semmilyen kérdésre ne adjon, főleg egy már alkalmazott eszköz kapcsán, hogy soha többé nem fogja. Mi akkor is elmondtuk, hogy minden ilyen beavatkozás a gazdaságba az rendkívüli helyzetben fogadható el, nyilván alapvetően káros, nagyon erősen baloldali intézkedés, hogy így nevezhetne volna akár másként is. De vannak rendkívüli helyzetek. A kormánynak rendkívüli helyzetben kell rendkívüli eszközökkel rendelkezni. Akár baloldali intézkedéseket. Akár meg baloldali intézkedéseket. Köszönöm. A másik háborús kérdés lenne. Ma találkozott ugye Vlagyimir Putyin és Kim Jong-un. Lehetséges, hogy fegyverkezési együttműködés is lesz köztük. Oroszországra és Észak-Koreára érvényes-e az, hogy gyakorlatilag a fegyverkezést le kell állítani, hogy a háború ne húzódjon el? Tehát a kormányzati álláspont, hogyha Nyugat fegyvereket küld, ugye Ukrajnába, akkor Észak-Korea se küldjön Oroszországba. Természetesen a mi álláspontunk az, hogy fegyverekkel háborút támogatni nem szabad. Ezzel kapcsolatban annyi, hogy még, hogy ez elnyújthatja a háborút esetleg Észak-Korea közreműködése, kell-e aggódni emiatt? Ez nehéz megítélni. Én azért gondolom, hogy kevésbé nyújthatja a háborút, mert azért Oroszországnak, főleg, hogy az elmúlt egy évben az orosz fegyverkezés is jelentősen megnőtt, és az orosz fegyvergyárak is megnövelték a kapacitásaikat. Az elég nagy ország, elég sok kapacitásuk van maguktól is, de ettől még lehet, hogy van olyan fegyver, amit Észak-Koreától szeretnének kapni, és vagy csak onnan tudják megkapni, vagy onnan kapják meg gyorsabban. Mi annak örülnénk, hogyha béketárgyalások lennének, fegyverszünet lenne, és nem pedig fegyvereket szállítanának. Köszönöm szépen. Magyar Fórum.
Köszönöm szépen, Medvecki Attila, Magyar Fórum, magyarforum.info. Volt már arról szó, hogy Novák Katalin államfőnek augusztus 20-a után, jól emlékszem, 23-án az ukrán elnök megígérte, hogy a kárpátali magyarok kisebbségi jogait számukra mielőbb kedvezően rendezi. Hát azóta történt egymás, például a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc középiskola ukrán vezetőt kapott a nyakába, aki ukránosítani fogja a középiskolát. Ott a magyarok sportpályáját is lenyúlta az ukrán vezetés. A kárpátaljai magyar szervezetek pedig kijelentették, hogy az ukrajnai kisebbségi törvény módosítása továbbra sem állítja vissza a korábban meglevő kisebbségi jogokat. És azt hiszem két nappal ezelőtt Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közölte, hogy míg Ukrajna nem biztosítja magyarok számára kisebbségi jogokat, addig ugye nem támogatják az ország uniós csatlakozását. A kérdésem, hogy milyen garanciák elegendőek a magyar kormány számára Kijevtől a csatlakozás támogatásához, mert mint most is tapasztaltuk, Zelenszkij nem tartotta be a magyar államfőnek tett ígéretét. Arra van szükség, hogy a törvényt azt módosítsák, tehát ne szavakban ígérjék meg azt, hogy módosítani fogják, ne újabb és újabb ígéreteket tegyenek, hanem állítsák helyre azt az állapotot, ami egyébként még a korábbi elnök, a Zelenszkijt megelőző elnök alatt változott meg, változott negatív irányba, és aminek egyébként a megváltoztatását, pozitív irányú, a magyar nemzetiség számára pozitív irány megváltoztatását Zelenszkij elnök még a kampányában megígérte a teljesen békés Ukrajnában. Tehát ez a kérésünk, elvárásunk, az európai minimális jogi normákkal egyező követelésünk, és reméljük, hogy Ukrajna nem csak szavakban tesz ígéretet arra, hogy ezt a helyzetet előidézi, hanem tettekkel is, tehát azt a tetteket szeretnénk látni. Már volt arra szó a kormányinfo elején, hogy ugye Szabadka belvárosában is lövöldöztek a migránsok. Tegnap a panonrtv.com, az délvidéki TV híradása szerint azt mondták, hogy hajdújáráson szintén volt lövöldözés, Szabadkában pedig robbanást észleltek. Mit gondol, hogy miért nem hajlik az EU arra, amit Orbán Viktor javasolt, hogy odavigyük a segítséget, ahol baj van, például a száháli övezetbe, és ne csalogassuk ide a migránsokat? Szerintem, mert ma az Európai Unióban, és különösen az Európai Parlamentben a bal oldalnak, vagy a bal liberális zöld oldalnak van többsége, és ők pedig ideológiai alapon közelítenek a kérdéshez, és ők ideológiai alapon azt képviselik, hogy mindenkit, aki Európába akar jönni, azt ide be kell fogadni. Legfeljebb valamilyen közbiztonsági szempontot lehet érvényesíteni, de ennek a gyakorlati garanciáit már nem teremtenék meg. Az utolsó kérdésem, hogy egy állampolgár nem fizet adót, akkor ugye a NAV intézkedik, jön a jövedelem letiltás, inkasszó, és még sorolhatnám. Ezért kérdezem, hogy hogyan teheti meg Budapest globalista vezetése, hogy nem fizeti meg a szolidaritási adót? Nem teheti meg, azért inkasszáljuk is, és most már másodszor voltunk kénytelenek ezt inkasszóval behajtani. Eredményesen. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Még akkor egy utolsó, MediaWorks. Miniszter úr, Bácskai Balázs vagyok a MediaWorks-től. Miniszter úr említette az ukrán gabona importjának tilalmát. A többi ország, aki érintett ebben a kérdésben, az ő támogatásukra számíthat-e Magyarország? Lengyelország be fog vezetni hasonló intézkedést, hogyha a bizottság nem lép. A román kormány ugyan először azt mondta, hogy nem vezet be ilyet, de utána a román gazdák vagy gazdaszövetség nyilatkozott, hogy ezt ugyan lehet, de akkor ők lezárják az utakat. Tehát én ott se tekinteném teljesen véglegesnek a román kormányzati álláspontot. És a szlovákoknál is meglátjuk, hogy még mi lesz. Tehát szerintem miután nem arról van szó, hogy bárki rosszat akarna Ukrajnának, vagy európai szabályokat akarna sérteni, hanem egész egyszerűen senki nem tudja a saját piacát kitenni annak, hogy rosszabb minőségű gabonából bejöjjön a korábban Ukrajnából ideérkező mennyiségnek a 60-szorosa, mondjuk Magyarország esetén. Ezért
valamit tenni kell. Ezért mondjuk azt, hogy ezt a bizottságnak is fel kell ismernie, és akkor lehet arról tárgyalni, hogy leplombálva például átengedjük az országnak a vonaszállítmányokat, és vigyük ki Afrikába, vagy vigyük ki oda, ahol valóban ezek nem szétverik a piacot, hanem esetleg azoknak segítenek, akik valóban létminimumon élnek. Köszönöm. A kollégám említette már az Action for Democracy nevű szervezetet. A Korányi Dávid nevével fémjelzett csoport befolyásolta ugye 2022-es országgyűlési választásokat, és a múlt héten kiderült, hogy újabb három szervezetet támogattak. Ez egy civil szervezet, illetve két médium. Mi a véleménye erről a támogatásról, különösen annak a fényében, hogy az előző támogatások miatt tulajdonképpen a rendőrség és a NAV is vizsgálódik? Súlyos ítéletet ezeknek a támogatásoknak csak azon részéről mondtam, és nem véletlenül tettem így, mert nem morális, hanem jogi kérdésként kezelem, amelyek pártot vagy párttevékenységet segítettek. És miután itt nyilvánvaló, hogy az ellenzék kampánytevékenységét fizettek ide, jól emlékszem, akkor talán még a miniszterelnök jelölt egy-egy étkezését is annak idején kifizették, mert már a kampányban volt egy ilyen botrány. Ezért az elfogadhatatlan és tűrhetetlen, hogy legyenek olyan emberek, azon által említett ember is ide sorolandó, aki azért akar külföldön pénzt szerezni, hogy a külföldre hozott pénz segítségével a saját hazájának a kormányát megbuktassa. Erre szerintem nem ad okot az sem, hogy valaki egyébként nem ért egyet a saját hazájának a kormányával. Igen, csak hogy az is problémásra teszi ezeket a támogatásokat, hogy ugye nem tudjuk, hogy milyen forrásból származnak, tehát nem tudjuk, hogy honnan. Ezeket is természetesen tisztázni kell egy ilyen vizsgálat folyamatban. És egy utolsó kérdés. Alexander Soros bejelentette, hogy befejezik az európai tevékenységüket, majd visszavonta ezt a kijelentését, és jelenleg úgy tűnik, hogy csak Kelet-Európában marad a Nyílt Társadalom Alapítvány, illetve az általuk támogatott civil szervezetek Brüsszelből is kapnak 4 milliárd forintnyi támogatást az elkövetkezendő évekre. Mi a véleménye erről? A Soros Sár azt mindenképpen jól látja, hogy az Európai Bizottság civil támogatása az ma már olyan konkurenciát jelent nekik, hogy szinte fölösleges az itteni tevékenységük. Tehát akiket eddig ők támogattak, az volt az Európai Bizottság támogatja, ami egyébként szintén minősíthetetlen, de ilyen állapotban van ma az Európai Unió és Brüsszel. Köszönöm szépen. Magyar Hírlap egy darab kérdésre, jó? Nagy Zsolt vagyok a Magyar Hírlaptól. Tegnap a Nagy Márton miniszter úr arról beszélt, hogy reálisnak tartja a 10%-os minimálbéremelést. Következik ebből, hogy a közszférában 10%-os béremelésre számíthatnak az érintettek? Amíg nincs megállapodás a minimálbérről, addig a leendő minimálbérből semmi nem következik, és a kormány az elmúlt években tartotta magát ahhoz, és most is tartani fogja, hogy a munkaadóknak és a munkavállalóknak kell megegyezésre jutni. Ez a megegyezés általában létre is szokott jönni, reméljük most is létrejön. Ha ez létrejön, akkor abból lehet majd következtéseket levonni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, viszontlátásra.